múlt 14 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello Feri! Hello Jani! Sziasztok! Jó reggelt kívánunk mindenkinek Stereo-ban? Az Iron Maiden budapesti fellépésének előreggelén! Sztereóban vagytok? Vagy monóban vagytok? Igen? Én ebben a kis... Várjál, most egy kicsit jobbra jó szóval. Az. Egy, kettő. Lehet, hogy süketülök a jobb fülemre, az lehet? Azon aludtál, amelyikre süketülsz? Igen. Egy oldalon végighúzol egy éjszakát? Vagy nem, forgolódom. Aha. Forgolódom. Elaludtad a füled. Igen? Nem. Szerintem. Nem, elment a jobb fülem kicsi? Nem, most jó vagyok, most már kidugult. Elment. Elment, és övezze gyerekek. Csütörtökön nem lesz. Nem, Sárváron leszünk akkor, ugye? Sárvár, oda nem hívjuk le szegénykét, igen. Oda nem hívjuk. Pedig biztos tudna nekünk mondani egy-két nagyon fontos információt és hasznos információt a Sárvári Termál Kristály gyógyító erejéről. Pölö. Igen, Sárvári Termál Kristály. De jó is volt. Mikor hoz már nekünk reggelit? Kapacitáld már rá, hogy egyszer csak egy ilyen valami... Lepje meg minket egy kis kölessel. Tofúval, vagy... Hogy hozzon valami? Hát figyelj, meg tudom vele beszélni azt, hogy jövő héten még vagyunk, ugye? Mert aztán majd Szabira megyünk, de jövő héten vagyunk, jövő héten hozhat valami reggel. Hozzon már valamit, amit ő szokott egyébként fogyasztani reggelenként. Picit csináljon nagyobb adagot. Jó, megmondom neki, hogy hozzon valamit. Mi már mondtuk négyszer, csak hát ránk nem hallgat, mégis csak te vagy a gazda. Majd én vagyok a kis gazdája. Engem szólít úgy, hogy szia kis gazdám. Majd én megmondom neki, és akkor hoz valamit. Most hova tűnt alólunk a benne? Az előbb nem működött ez a poti, tehát így húzgáltam, és nem változott. Most meg eltűnt. De hát olyan gyakorlat van a húzgálás terén a Feri kezébe, hogy egy pillanat alatt helyet látottam. Egy ujjal? Ennyi. Marokkal? Hátja, úristen, de rutinus. Hát egy ujjal nem érem keresztül, de azért, igen. Na, így. Ja, megvan. Most hallani kint? Nem tudom, hát mit tudom én. Hallani, Laci? Hallani a bedet kint, igen? Mert most meg azért meg olyan hangosod, most meg olyan. Azért nem tudtam lehallani. Na mindegy, mi ez a dzsuva idő, gyerekek? Mi van? Hát itt most 28 fokot mondtak, én olyan esőbe jöttem keresztül, szakad az egy M1-esen az eső. Most állt el. Még esett konkrétan. Jogos, persze. Valami 30 fokot mondtak, vagy ezt csak hétvégére mondták, vagy nem mondták? Folyamatosan melegszik a levegő egyébként, holnapra már ilyen 25 fokot is lehet várni, na olyan 22 körül lesz egyébként a csúcs, állítólag. Fontos teniszmeccsen van ma délben, úgyhogy. Igen? Hát igen, ez elég fontos. Aha. Új ellenféle játszunk. Na, új ember berántott, már senki nem volt ellenfél. De volt, de most tágul a kör. Tessék? Nem a szújó és nem a szikora. Hazajött a noszáj. Szikora, noszáj. Hát egyrészt a szikorával ugye lebeszéltél már egyet, jóval korábban még, annak idején még a Mudner Show-ben, abból nem lett semmi. Az a baj, hogy a szikorával játsz, mindig csak azt láttam, hogy üti a labdát, csikidám! És nem tudnám komolyan, de látok, nagyon jól teniszezik. Igen. Még a Wunderben tényleg mi lebeszéltünk egy teniszmeccset. Nem. Szújó se? Szújó? Gyáva a szújó, nem áll ki. Szújó nem sportol, hát így nem lehet teniszezni, hogy nem fogsz ütőt. Taróci Balázs! Ne viccelj már, akkor komolyabb ellenfeleket mondjatok. Rozsi, hazaér! Én kérek elnézést, bocsánat! Nem mondom meg mindegy is, hogy kivel, csak ma délben. És most nagyon ott kell lennem. Stét meccs? Ezt még nem tudom, nem? Mert erről most nem beszéltünk. Hát dobjál. Hát valamit föl kell tenni, persze, majd tényleg. Nem egy vegyes páros ellen játszol? A Szávai Dominik? Szávai DJ Dominik ellen? Nem, na mindegy, csak ezért mondtam, hogy legyen jó idő, mert ma már úgy készültünk, hogy Szabadtér, Salak, és hát ez fontos. Majd fontos meccs van, úgyhogy nekem ez az eső, hogy reggel kikeltem az ágyamból, megláttam az esőt, mondom, mi van itt? Nem kell becsukni a csarnokot. Az eső megriadtam, megriadtam, hogy most mi van. Legalább nem porzik majd a Salak. Ja, egyébként is Roger is búcsúzott már, úgyhogy most már felszabadultan tudok játszani, mert nem tudom, nem kell közben a telefonomat néznem, hogy ma játszik déltől, ma játszik 11-től, úgyhogy felszabadultan tudok majd játszani. Felszabadultan. Roger elbúcsúzott. Bosszú szomjasan. És igen, Roger bosszút állunk. Őt is meg kell neki, kell meg bosszulni. Igen, viszont Gyoko meg Ráfa menetel, úgyhogy lassan. Jó, még lehet valami. Lassan majd megtehetjük tétjeinket, ha te is úgy érzed. Én bármikor hajlamos vagyok fogadni. Igen? Gyokorra. Persze, tudod, hogy a sportmentalizmusom jó. Az tovább dübölök. Jó, egy Gyokor Nadal a vége szerintem érik. Böri még benn van nagy nehezen, de szerintem ő kiesik. Úgyhogy... Picit örülök neki, hogy a lelátóról szurkolok ezekben a dolgokban. Végül is én azt gondolom, hogy Balázs elég jó berátotta Ferit ebbe a dologba. Milyen és olyan jó kis már. Ez igaz. Miért? Teniszből jó voltam, a focikkal buktam most. Hát igen.
Na most szerintem most hozom, most visszahozom. Mm-hmm. Most megnyerem ezt a dolgot. Ha Rafa Gyoko van, szerintem Rafa most veri Gyokot. Most Rafa nagyon nagy. Igen? Fú, most nagyon jó. Hogy pártatlan maradjak, hajrá, egyik, ne hagyd magad másik. Igen. Na mindegy. Mi újság van egyébként? Hát gyerekek, hát este Méderre megyünk Csabival. Nagy gond itt már nem lehet. Ráadásul ugye az Entrex az előzenekar. Megyünk 8-kor, ott vagyunk. És zúzunk egy hatalmasat. Ez úgy van, hogy össze is jöttök előtte, vagy már csak ott találkoztunk? Nem, nem kell az járni valakivel, hogy koncertre menjünk. Hát meg én amúgy szerettem régebben, most már nem annyira van a lehetőség, de régebben szerettem az ilyen. Igen, miért kéne azzal járni? Miért kéne azzal járni, akivel koncertre megy, ezzel nem jönnek össze, csak találkoznak, aztán elmennek koncertre, nem? Vagy nincs ebbe többet. Biztok egy valamit, és akkor négyesben elhaladtam. Igen, hát Csabi vezet, úgyhogy ő nem ihat. Igen, te meg nem szoktál. De Rómeó és én igen. Jó. Felhívott tegnap a Zengő, hogy van jegye. És hogy a Maiden koncertre? Igen, adjam oda valakinek. Tök jó fej volt. Ráadásul felajánlotta azt is, hogyha nincs autótok, akkor utána a taxis cégek költsége levisz titeket Balatonra. De aranyos. Nagyon. Mondta, hogy hallom, hogy megy Méderre? Igen. Mondja, hogy nem akar még valakit elvinni magával? Hát mondom, nem tudom. Mert hogy van még két jegye. Aha. De nem úgy, hogy adásban. Mondta volna előbb. Tessék? Hát ez rajtam volt, meg megmondta. Nem. Ez, hogy nyilván nekünk megvan a saját jegyünk, úgyhogy nincs szükség. De nincs valaki, akinek adni akartok kettő darab jegyen? Ismerős barát, aki lemaradt, ott áll majd, és ugrabugrál a kis kicsi kezecskével, hogy engedjenek be, és félrelökitek majd, hogy menj már innen, neked nincs ilyen, akinek adnak? Hát, biztos lenne, de én nem tudok így, most így hirtelen mondani valakit, meg hát azok az ő döntse el, hogy kinek akarja adni. De nem, mert nekem ajánlotta fel, hogy adjam oda valakinek. Mondta, hogy hívjalak fel téged, csak elfelejtettelek, és megérintette a dolog. Abszolút. Nem, mert mondtam, hogy majd reggel mondom, mert most ezért nem foglak felhívni, ha majd reggel, mert ma este van a Maiden koncert, hát most is sürögjek. Adja oda valamelyik hallgatóknak. Szerintem tökéletes. Nem, így akarta, ő ilyen baráti szívességből, hogy hát ha a Csabinak neked valakinek kell, de akkor megmondom, hogy akkor nem. Sőt, mint mondom, azt is felajánlott, hogy levisz benneteket. Hát aranyos. Na. Szerintem az nagyon-nagyon jó felső. Nagyon kedves tőlem. Hát ez a Csabitól függ, mert egyébként Csabi vezetne, de szerintem az a baj, hogy a Csabinak meg majd kell az autó, mert össze-vissza közlekedik ott a környéken, úgyhogy nem fogunk tudni élni ezzel a nagyon kedves gesztussal, de aranyos tőle, köszönjük. Na jó, hát akkor megmondom, hogy nem. Most ezt nem hallgatónak ajánlotta föl, úgyhogy azért ne is írjatok. Csak ma este mentek akkor? Persze. Előtte találkozunk Csabiéknál, ott mi leteszük a Verdát, átszállunk Csabiék autójába, és akkor így négyesben. És akkor utána, még a koncert után ti haza fogtok menni Lőrincre? És nem. O... Nem? Nem. Mi csak Csabiékhoz, és akkor én már oda viszem a cuccomat, és onnan indulunk. Aha, na az is szép lesz, tehát olyan hajnali 1:30 körül meg is érkezik János. Jó lesz. Az jó. Az jó. Igen. Valószínűleg az lesz, hogy már olyan ott a Balaton csücskénél már, vagy be tudom képzelni, hogy mondjuk már, hogy Székesfehérváron a Csabi már nagyon fogja unni, ma, hogy mondom, hogy volt to you a belőszi, folyad össze kussoljámába. Jó, aranyos volt, eljátszó. Jó, igen, elsőre jó volt, de most már így a századszorra már nem annyi. Lehet, hogy nem megyek le én se. Nem jössz? Hova? Este. Soha. Se Siófokra, se Sárvára. Ja, jó. Akkor valaki azért érjen le, gyerekek. Nem arra gondolok. Lehet, hogy reggel meg. Lehet, hogy megnézem ezt a Tom filmet. Most ezen gondolkozom. Uh-huh. Mi a gyereket leadjuk. Igen. Mert ő nem jön velünk, viszont a Siófokra én 40 egy perc jó. Alatt. De miért nem nézed meg inkább Sárváron, majd az elfújta a szelet? Azért, hogy szerintem a sárvári moziban még valószínűleg azért a Ben Hurt játsszák, nem? Ott találkozunk egyébként a koncerten. Jó? Hát, nem tudom, hogy van-e Sárváron. Biztos van. Jó mozi, mert azt tudom, hogy Veszprémben nagyon jó mozi van, Fehérváron nagyon jó mozi van, tehát ott a környező nagyvárosokban, de Sárvár azért nem egy nagyváros, nagyon sokat járok oda, mert ott van az egyik kedvenc szállodám. És megint! És megyek megint! Egy van! Készítsétek a lakosztát! Hallottátok? Szóval, de a nem tudom, milyen a sárvári mozi. Imádom Sárvár, de hogy, tehát, hogy azon kívül, hogy tudom, milyen a sárvári tetyó, ahol egyszer kiküldtek nadrágot tenni, mert nem mentem el rövid nadrágba az étterembe vacsorázni, és kikedve. Nem mond már, ennyire menő. Nagyon, szerintem igazuk van, meg kell adni igazuk a módját. Van. Azt mondták, hogy figyelj Balázs, most téged beengedünk, utána hatan mások reklamálnak, hogyha őt igen, téged igen. Igen, meg nem akarom nézni a lábadat. Így van, úgyhogy kimentem, és a sárvári tetyóba én elhúzós függöny mögött gatyát próbáltam, és gyorsan ott vettem egy kőkoptatott márványfarmert, úgyhogy... Értsd meg, ha téged
most beengedünk itt rövidnadrágba, akkor előbb-utóbb vadonyan is fog foglalni valami szobát, neki meg a kis rövidgatás családjának. Ismerjük olyan, hogy nem csak rövidnadrágba jön, hanem szandába zoknival. Azért van egy szint, amit szeretnénk tartani. Értsd meg, hogy szandába zoknival nem engedhetjük be, úgyhogy inkább tedd meg te, hogy felveszel egy nadrágot. Vagy kempinget. Na mindegy. Szóval most már annyian mondták, hogy jó ez a Tom film, és pont egy ilyen mozira vágyom, ami semmiről nem szól, tök ujjuta, tök ostoba. Ez akkor lesz, nézd meg, mert az érzenni. Jaj, hát most jaj, egy ember, aki minden nap meghal, és minden nap újra föl kell, és hagyja. És hát egyébként, amikor ki ez a kisújból ördög szekérepe. Nem úgy, hát most mit tudom én, nem egy Almodóvár film, tehát hogy bugyuta ostoba. Nekem ezek a mozik nagyon ostobák. Az összes ilyen fel kell, és lelövik, és akkor szalad, és van egy lány, aki biztos nagyon szép, és akkor majd ezt megment, és akkor ráébred, hogy van nem, de igen, szép lány. Ezek bugyuta mozik. De hogy pont ezért szeretem. A jó mozi nem, nekem nem ez a jó film. Tehát, hogy mit tudom én, tényleg. Tehát, hogy így, figyelj, szerintem... Részemről ez bugyuta mozi. Nem rossz a logika benne, de én azt gondolom, hogy egy jó hollywoodi filmet, főleg úgy, hogy már ezredszerre próbálják meg ugyanazt a témát eladni, úgy az legalább annyira nehéz összerakni, meg megírni a forgatókönyvét, mint egy nagyon okos, nagyon kitalált és nagyon szellemes, és egyébként meg, ha nem értitek, azért nem értitek, mert hát ugye magasabb szinten. Jó, de most szerintem bugyuta, most miért baj? Hát nem is láttad még. De bugyuta filmeknek hívom ezeket. Tehát nekem a Totárikkal is, a Schwarzenegger is egy bugyuta film, a Stallone-vel, a Wesley Snipes-os is, amikor ott fölébresztik őket a hibernálásba, ezek számomra a bugyuta kategóriák. De ugyanakkor én szeretem. Tehát mióta ott van az aranymedve minden vetítésén. Én elmegyek egy feláldozhatókra is, az is bugyuta, ez baromság, de hogy pont egy ilyen filmre vágyom. Tehát most van, amikor elmegyek egy francia filmet megnézni, mert arra, és akkor ott megnézem, hogy haldokol egy rákos beteg 2 órán keresztül, de ez bugyuta, hát most egy ember rohangál egy ilyen nagy izében, és akkor ott mindenkit megöl, és minden reggel fölébred ugyanarra a napra, hát az nem egy mélyen szenet. Nem jöttél ki ugye a moziból, hogy órákat gondolkoztál rajta, hogy most még azt a pecsétet azért üsd el rá, hogy az is bugyuta, aki már megnézte. Nem, de én ezt így hívom, hát én ezt így hívom, hát szerintem ez bugyuta, de hogy ettől jó. Tehát, hogy ma ez popcorn, na te popcorn mozinak hívod, én bugyutának hívom. Ilyen kis aranyos. De nem egy mélyen szántó, tehát nem egy, mit tudom én, egy Almodóvár mindent anyámról 3 órát itt sírsz utána, és nem térsz magadhoz, hanem ilyen kis könnyű, nem? Na most a feláldozható kis mi, helyes, imádom de az őket. Nem ugyanez a kategória, azért az egy klasszik akciófilm, tehát hogy gyakorlatilag az bevallottan az a mondjuk bugyutának mondható kategória, hát amiben hogy hívják, igen. De nagyon jó. Nem töltenek, csak lőnek. Igen, de nagyon jó. Úgyhogy mennyi? 2 órás, hogy mennyi volt? Körülbelül 2 óra. Igen? Körülbelül 2 óra, és nincsen benne 1 percnyi üres járat sem. Én nagyon-nagyon élveztem. Tehát én azokat az ilyen típusú blockbustereket szeretem, amikor ugye nem nézegeted az órádat, meg nem bögdösöd a melletted ülőt, hogy maradt-e még hanem a marcaszból, hanem belemerülsz, és az egész úgy szalad át rajtad, hogy a végén felsz, és öregem, de jó volt. Jó, de akkor te is este 11-től menjél moziba, hogy te is végezd ki magad. Jó? Ismerve a mi elindulásunkat, meg a gyerekleadást, meg az összecsomagolás, meg az a körülbelül Janival egyszerre leszek a siófoki határnál. Bukkancs el mindenki az estét, reggel ott találkozunk lesz. Az egy erős műsor lesz, de mire mi elindul, mire mi leadjuk a gyereket, mire mi bepakolunk, mire mi kitaláljuk ott, hát az 10:30-es mozi simán. Tehát az éjfélig, és akkor utána még le siófokra. De nem. Már most eldöntöttem, hogy nem megyek le. Eldöntöttem, hogy csak reggel megyek. Ha esetleg van egy ilyen összetartás este, vagy bármi, akkor... Ha velem lesz. Azért férked, hát jó, te ott hosszabb kapuba. Engem eleve 25 kőkemény motoros fog várni a bejáratnál. Nem, már ők engem megvárnak korábban, mert hogy ugye tegnap már többször említettem, hogy ők mennyire kemények, és nyilván először beszélek majd velem, hogy mi ez tartás végig. Igen. Jó, az eldőlt. Ez ilyen jó, hogy még fél hét van, és már ennyi döntést meghoz az ember. Hát a kutya mindenségi. Az iskolája. Te aztán tudod, mit akarsz, bakker. Ezért jó ilyen korán kelni, tényleg. 10 óráig mindenki csak fölébred, megeszi a reggeliét, megissza a tejáját, meg bemegy a munkahelyére. Te pedig iszajatos horderejű döntéseket hozol. Mi meg már döntések sorozatát hozzuk meg egyszerűen, tehát nem is értem, komolyan mondom. Figyelj, az egyik döntésed legyen mondjuk az, hogy holnapra hozzám melegebb holmit a kompra. Jó. Na. Hogy ne ilyen. Nagyon jó a póló, jó? Csak hogy én szeretem, kedvelem, igen,
végül is ritkán lehet látni a köldök piercingedet, de ilyenkor igen. kicsit nagyobb a kivágás. Na, nézzük egy-két SMS-t, jó, hogy mit írnak nekünk azok, akik koránkelőek, vagy későn fekvőek, vagy fönt vannak. 2:30, ekkor jött az első SMS, annyit írt, 3-as ugrás. Azért úgy mennyire? Azért ahhoz, azért elszárnak kell lenni, gyerekek. Miközben az igazak álmát alusszuk, valaki 2:30-kor ránk gondol és beírja az SMS falunkra, hogy 3-as ugrás, nem? Azért az nagyon szép. 55-ös főút Baja és Bátaszék között kamion az oldalán fekszik, a röngfák mellette, szanaszét még nincs dugó, de majd a mentés idején biztos, hogy útzár lesz. Aldis Jancsi küldte ezt nekünk. M7-esen a 142-es kőnél a kamion átment a szembejövő sávba, rendőr tuzoltó a helyszínen, hamarosan torlódás lehet mindkét sávban. Aztán az M5-ösön Pest felé haladókat fotózzák Csengele előtt a felüljáróról. Jó korán keltek. Foci VB. Ez csak 10 után, jó? Oszcsepen korán trafia befelé érkezőket mérik. Így van, bele is szaladtam. Ne hülyeskedj. De... még szerencsé, hogy le volt leokoplasztozva a rendszámom. Még szerencsé, hogy rátapadt egy nagyméretű falevél. Szerencsé, hogy egy éve rajta van egy falevél, ami nem jön le. Ezt Tomi küldte nekünk, ott állnak jobb oldalon, ravasz dögök. De tényleg nagyon durván mérnek. Édermester örök, hála, finom ez a csokoláda, küldte nekünk Szalam. Aztán kaszamestert irigyle Mosvát Andival csókolózott. Hát egy jövő. Hát igen. A kaszát irigylem, az Osvát Andit viszont nem. Azt mondja, hogy remélem nem nyitotta ki a szemét. Mármint az Andi. Ajajajaj. Andi, ne írjál a Trónok harcáról, mert nem otthon lakom és nem tudom nézni, úgyhogy semmit nem tudok. Sárváron a Kövér 2/3 részt azt játsszák. What is that? Kövér 2. Balázs, miért nem jössz este Médenre? Na hát, az még szép. Lehet, hogy azért, mert nem szeret. Igen, nem szeretem. Össze-vissza ilyen tucat zene. Az nagyon. Dobolnak ott, gitároznak. Minden számuk egyforma. Egyet hallottál, az összeset hallottad. Értek. Két különböző hang nincs is. Igen. Azt mondja, hogy Viva Commentre jöttök, kérdezi valaki. Hogyne. Minden évben ott vagyunk. De az nem volt még, vagy lesz majd? Nem, hogyne, az most lesz, nem, igen? Bravo, Otto volt most, ja, és most lesz a Viva Comet. Ne! Ha látod, a Bravo-t már kihagyta a Bravo Ottot? Kihagytad, pedig még Fluor. Még indiát hoztanak? Ne, hát Fluor, Tomi levette az okniát, tehát, hogy érted? Ne csinálj, ennyi év után. És odaadta egy rajongójának, úgyhogy ezt hagytad ki a Bravo Ottóról. Basszus, micsoda botrány, micsoda skandallum. Utolérhetetlen műsorvezetői Bravo. Úristen, levette az okniát? Levette. Hát ez egy született punk. Hozzá képest vetti az Exploitedből egy pihésségű csibe. Hihetetlen durva dolgok. Atya, de nem. Én ott még voltam, amikor díjat nyertem. Oda gondoltam, hogy elküldök egy törpét, de nem engedték. Milyen kategória? Műsorvezető. Egy indián törpét. Nem, ott van műsorvezető. Popcorn volt, aha, meg Bravo, meg mit tudom én. Hát nincsen nagyon olyan diát adó, amit nyertem volna meg. Azt tudjuk, jó. De ha hát ezt mindenki tudja, most mind a válaszok összélyek. Nem is erre gondoltam, hogy elküldök egy törpét. Megsértődtek. Puha voltam, nem küldtem el. Hát igen. De most már kár, mert már nem nyert. De majd a Sztori Gálnára, ha még nyerünk, elküldünk egy törpét. Jó? Én nekem tetszene egyébként. Kis növésű. Nekem tetszene. Van is ismerősöm, aki mondta, hogy nagyon szívesen elmegy. Jó, de nem biztos, hogy ráérek. És mit fog mondani? Azt mondtad, ráért. Azt mondtad, nagyon szívesen elmész. Most miért mondod, hogy nem érsz el? Mit fog mondani? Aha. Kapjátok meg. Nem tudom majd, de megkértem, hogy cigánykerékkel menjen ki, és mondta, hogy jó. De. Ilyen artista. Nagyon jó. Csak nem tudom miért, csak ez nekem egy nagy álmom, hogy egyszer helyettem mondani? Egy apró növésű ember vegy át. De valami nagyon durvát fog mondani, hogy ó, Molár Miklós, nem is Tökös Tiklós. Vagy valami ilyesmi? Hát hogyne. Igen, lerángatja a mikrofon, vagy nem, azt akarom, hogy szaladjon ki, és így szaladjon föl az Molár Miklóson, és így jobb üljön föl a vállára. És ott üljön a vállán hirtelen, és úgy vegy át a díjat, hogy a vállán ül. És aztán látom a másik vállát. Öltözöm tájboxosnak, és kezdj el iszonyatos combosokkal küldeni. Szulákot meg az Omolnál. Mert hogy szulák általában a műsorvezető. Ja nem, erős Antonia. Hát akkor a Tonci. Nem tudod legyőzni, Tompú! Nokszukáú! Velem kötekedsz, rohadék, velem kötekedsz, nem mondtam. És agyon merod kint mindenkit apadom. Hát mondjuk nem tudom, milyen műsorunk lesz. Ahogy olvasom a híreket, hogy lesz-e bármi, hogy miért vennénk majd a Sztori díjat, de hogy majd biztos lesz valami. Na mindegy. De ez jó ötlet, nem? Ez jó. Ugye? Ez jó. Nekem ez tetszik. S ott áll a mikrofon előtt, nem érné el.
körbenézne. Na. És jó, nagyon nagy meg... felháborodás rendezne, hogy, hogy kiszorították a, őket. Nem gondol, diszkriminálták a kis embereket. Ezt vegyétek be, mert nem látjuk, mert messze vagy, köszönöm. Na jó, hogy állunk játékkal? Jól, nem, nagyon jó, nem, mert hogy egyet... De mert egyre izgalmasabb. Ja, úgy igen. Kihúztuk az egy percet tegnap, nagyon ügyes volt tegnap. Játékosunk volt, úgyhogy 1-0 nekik. Egy, no, jó, hát ez gyerekek, belefér, nincs ezzel gond, hát megyünk, hasítunk. Jó, lehet jelentkezni játékra SMS-ben, ha valaki szeretne játszani, mi pedig jövünk a hírek után. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szokásos trafi, M1 lébény határ felé, Atis, köszi. Láttam. Mit? Ezt a trafit, képzeljétek el. Amikor voltam lébényben, ugye, akkor láttam ott az M1-nél. Be tudtam azonosítani. Tök érdekes, hogy szinte naponta találkozok ezzel az SMS-el, de soha nem láttam még. És ott volt a lébényi trafi? És láttam a lébényi trafit. És milyen autó? Azt mondja, hogy egy ilyen hagyományos, lehet, hogy egyébként ilyen, hogy szokták mondani azt? Skoda. Ilyen régi határőr autóból Lada átállított. Nem. Ja, már a típusára vagy kíváncsi. Igen. Ja, azt nem tudom, szerintem Octavia. De nem biztos. Amennyire én értek hozzá, tudjátok, az akár Polszki Fiat is lehet. Az egy Maserati is, akár bármi. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Sziasztok, Henny vagyok. Hello, Henny, honnan hívsz minket, Henny? Óbudáról. Ó, végre valóta. Óbudáról. Igen. Melyik részen? Hát a Flórián környéken. Jaj, de jó. Na jó, legyen a Harisnyár környéken, mert az közelebb van. Minden tudok, a Flórián tér, Harisnyár, az Óbuda, Abu Dhabia. Tegnap voltam ott. Buda Dubája. Tehát nem látogattál meg. Tessék? Nem látogattál meg. Meglátogassalak? Gyere, szeretettel várunk. Igen, többen is vagytok? Igen. Hát ketten. Én is a férjem. Ti is ketten, én is egyedül. Ó, hát ez... Igrek vagytok? Nem. Légy szimon, Tényike. 1-12 nap különbséggel. Tényleg? Igen. Az nekem az még kimaradt. És a tesód is lány? Igen. Jó, tehát jó van. Ha úgyis nagy buli lett volna a fiú, de... Úgyis kimaradt, hogy fiú-lány, de úgyis kimaradt, hogy lány-lány. Olyan egyformák vagyunk, mint az ikrek. Hát jaj, de jó az. Csak ennyi a különbség köztünk. Jaj, de jó. Na jó, ebben nem menjünk. Na jó. Kivel szeretné játszani? Ferivel. Jaj, helyes. Nyúzzátok csak. Jani? 3, 2, 1, fire! Ott laksz, ahol a Balázs lakott? Hát... picit arrébb. Sokkal, Henny? Talán. Henny, ez passzív lesz, ugye tudod? Á, nem. Akkor meg is vagyunk. Fia vagyok! Nem, hát, ezt én ide mondanám. Henikém, ez nem volt túl erős játék. A rutin és az évek hiány. És a szakma szeretete. Valószínűleg elgondolkodtál azon a vonalon, amit Balázs vetett föl, hogy ti hárman. Nem most gondolj is a Balázs. Nem, szerintem az zavart meg, hogy ott lakszol a Balázs, és szerintem azon gondolkodsz, hogy te nem tudtad, hogy én hol laktam a harmadik kerületben. Tudtad? Mindenki tudja. Emléktábla van. Én annyi helyen laktam ott a harmadik kerületben. Komolyan mondom. A Flórián tér mögött, Aquincum felé, Lajos utcánál, nagyon sok helyen. Oda jártam. Az Akács közben nem laktál még. Hova? Hol? Akács közben. Ott nem. De oda jártam a Fényes Adolfba, ott van mellettetek a Harisnyár mellett. Te is nem ott van. Te is a Fényesbe jártál? Igen, de nem ott van. Mikor születtél? Nem mondom meg. Na de most lehet, hogy évfolyamtársak voltunk. Biztos, hogy nem. Miért? Öregem vagy? Na jó, oké. Henny, figyelj, nincs ajándékcsomag sajnos, de nagy találkozás volt ez, hogy végre nem egy lőrinci, hanem egy budai gyerek. De hát sajnos akkor lesz a legnagyobb találkozás, ha egyszer eltalálsz hozzánk a kis közérbe. Ez már kicsit több, mint konkrét, de jó, majd ezt akkor megbeszéljük. Egyszerűen most add elök az SMS-be a címet, hova kell jönni. Csináltok itt is egész nap egy morning show-t. Na, hát ön tíz... Perc. Jó. Ja, igen. Jól van. Henny, köszi a játékot, ügyes voltál. Köszönöm, sziasztok. Ciao, hello. Sárveri gyógy és wellness fürdő.
Így van, egészen pontosan. Vannak, akik így mondják, de sokan mondják úgy is, hogy Sárvár, Gyógy és Wellness fürdő, Makler utca 1. 7 órakor megtaláltok a nyaki gerinc súlyfürdőben, 8 órakor aranyeret masszírozhatunk, 9 óra után pedig valahol majd ortasunk a gyerekmedence környékén. Megnéztem a honlapjukat, egyébként nem gyenge fürdőről van szó, én még ott nem jártam be, mert mindig egy picit jobban lefoglalt a Nádasdi vár látogatása, ne, ahogy egyébként most is, mert hogy gyerek, természetesen mert most is elmegyek, kalandparkozok is egy kicsit, de utána pedig csobbanás. Igen? Hozod a fecskédet? Na persze, mindig nálam van a kis fészek. Jó lesz. Hozom egyébként, tényleg. Igen? Ha megmártózok a habokban. És ehhez mit szóltok? Hallgasd ezt meg? Sárvári termál kristály. Mekkora? Csúszik le a néni a korláton. A néni csúszik le a korláton, és egy bácsi is csúszik le a korláton. És egyre boldogabb az arca? Érzed ezt, hogy ezek lecsúsznak a korláton? De jó Isten! Néked Sárvár, Sárvári termál kristály. Nem a város legúrásabb terméke volt. Nem hiszitek el egy reklámot, egy bácsi fut, begyorsítják, majd egy 6 métert repül, mint Batman, és fölugrik a trollira. A trollira. És picit hasonlít az arca Pirog Gáborért. Néni hokizik. Megpörgetik. Akkor az nem is néni. Átugrik a padon. Máshol hokizik. Megvan az, sétálnak Balatonfüreden a sétányon, átugrik a bácsi a padon, és átkarol két ilyen jóféle milfet. Megvan? És a végekép, tessék, aki megmondja, igen? Mi a végekép, öt guba zsebbe. Mi a végekép? Mi történik a végén? Hát ki rakják a terméket. Igen, de mi történik a végén? Előtte. Nem hiszitek el, hogy mi történik a végén. Várjál, na, ne segíts. Tehát van a néni korláton, lecsúszik. Néni korláton, bácsi korláton, felugrik a trollira. Átugorja a padot, átkarolja a milfeket. És látjuk a néni terhesen? Nem. Nagyon jó. Nem, a két milfet látjuk. Mondom, hogy mit látunk. Népstadiont látjuk, a Népstadiont belülről, és egy kalapácsvető részben, ugye áll egy bácsi kék, rövid nadrág, két fehér csík az oldalán, rövid póló, nagyon szép tornacipő. És kihajít a Hungáriára egy törpét. Nem, eldobja a mankóját. Neki áll, mint a kalapácsot. És eldobja a mankóját. És utána egy magas varázsa. Vagy budapesti forgatókcsoport készítette, vagy pedig akkora volt akkor még a költségvetés, hogy feljöttek, vagy eljöttek Budapestre. Belefér. És akkor, mert hogy ott nem volt a közelben egy dobókör. Hát elmentek a Népstadionba forgatni, hát, nem zseniális? Ugyanis termék volt, érted, annak idején a Népstadionban a helye. És az Oti is támogatta. Na, viszont igen, még amit akartam mondani, hogy ott leszünk ugye a Sárvári Gyógy és Wellness fürdőben. De úgy is mondják egyébként Sárvári Gyógy és Wellness fürdő. 6.45 vagy 5.45 és 10 óra 30 között ingyen tartózkodhattak a vendégek a Sárvári fürdőben. Vagy esetleg, ha máshogy szeretnénk ezt mondani. A Sárvári Gyógy és Wellness fürdőben. Utána mi utána kizavarják őket? Hát utána, ne, utána nem levadásszák, majd bálnavadászok, így mennek körbe, és így ilyen horgos végig szigony. Ez gyorsz már vágó horgot, nem tudom egyedül kérni. Nem, 10-29 van. Azért kérdezem, mert ha bejönnek a mi drága Morning Show hallgatóink, és ott vannak 10 óra 30-kor, ugye addig lehetnek bent ingyenesen. 10 óra 30-kor mindenki lejelentkezik a recepción, hogy megkapja a napi jegyet. Vagy pedig... Vagy bemaradnak egy kapnak mindenki belépéskor, kap egy műanyag órát, ami 10-30-kor kezd el köcsögni. És akkor, amikor kimegy, akkor megfizet, de csak a 10-30 utáni időt fizet. Van. És hol fizeti? A kasszánál. Ja, jó. A kasszánál. Vagy, ahogy másképp mondják, a kasszánál. Nem voltunk még Sárváron kitelepülni. Nem. Úgyhogy szeretek mindig új helyszínre menni. Hát ráadásul neked nem is annyira új helyszín, mert itt van az egyik kedvenc hotelöd. Itt van az egyik kedvenc hotelem. Így van. Készítsék a lakosztályát! Nem, ott lakom, ahol ti laktok. Aha. Ahol együtt lakunk. Mi is ott lakunk abban a királyokban? Nem, abban a másikban. Jaj, de jó. Akartam valamit kérdezni, mert tegnap eszembe jutott egy dolog, és erről akartam beszélni, hogy van egyfajta ilyen egyetemes viselkedés, ami minden emberre jellemző, és fejtsük meg ennek az okát, és biztosan mondok egyet, kettőt, ti is tudtok mondani még hármat, négyet. Na, figyelünk. Jó, kezdem, hátra tudunk húzni a gondolatmenetre. Hajrá, most. Tovább menni. Hogy van az emberekben egyfajta közös, hogy mindig ugyanúgy viselkednek, és talán nektek is van olyan, amit így kapásról tudtok mondani, nekem eszembe jutott egy, aztán eszembe jutott még egy. Tehát ha fékezemetről kapaszkodnak? Vagy hát ilyesmi? Valami hasonló. Mi most nem otthon lakunk, hanem valahol. És annak van egy étterme. De nem is ez a lényeg. Ennek a helynek van egy étterme. Aha. És akarom kérdezni azt, hogy miért csinálnak bizonyos dolgokat az emberek, amit szerintem ti majd tovább tudtok folytatni. Mondok egyet például. Leülsz egy üres étterembe egy asztal mellé.
Ugye mindenki látja maga előtt ezt a szituációt. Ülsz az étteremben az asztal mellett. Leülsz. Elkezdesz vacsorázni. Bejön egy másik pár az étterembe, körbenéz, hogy hol van szabad hely. Fölméri a terepet, pásztázza a szemével a terepet. Van az étteremben 45 darab üres asztal melletted, nagyon messze az étterem másik oldalán. Mi történik? Körbenéz, és megkérdezi a pincért, hogy mik a szabad helyek. És mondja neki a pincér, hogy bárhova tessék nyugodtan leülni, nem lesznek sokan. Ebben a pillanatban látja, hogy te ott vacsorázol kis családoddal. Felvillan neki a fény, hoppá, hát ez egy jó ötlet, ha ők ott ülnek. Ennél közelebb nem kerülhet a kocsák. Az egy biztos jó hely, de ez most nem arról szól, hogy ki ismert és ki nem, hanem ez egy tudatos emberi viselkedés, amit szerintem egyébként mindenki észrevesz, és leül közvetlenül úgy melléd, hogy eszel, és a könyökötök konkrétan összeér. Armányosul. És így... Többi asztalon és nincs sok. Körbenézel, vidáman, és észreveszed, hogy tök üres az étterem, ketten ültök, te, a te családod, meg az ő családja egymás mellett, az asztal mellett, és vidáman vacsoráztok. És így nem érted a jelenséget, és aztán rájössz, hogy ugyanez megtörténik BKV-n is. Eszembe jutott, hogy amikor én BKV-ztam, akkor ugyanezt történik, leülsz valóban hétbe, szabad a hely, kicsit elnyújtózol, ugye nagyon sokat héveztem, kinyújtod magad, azt mondod, hogy jót fogsz aludni. Felszáll egy gyanútlan utas, körbenéz a kocsiba, és azt látja, egy ember ül. Mi történne, mit csinálnánk? Mi leülnénk valahova teljesen máshova. Mit csinál az emberek 80-90%-a? Leül melléd. Vonat. Ugyanez. Leül melléd. Nem így van? Aha. Tehát, hogy van tipikus viselkedés, ami az emberekre jellemző. Ugyanez a lift ajtó. Az is eszembe jutott tegnap. Miért van az, hogyha te szállnál ki a liftből, ha kinyílik a nulladikon, egészen biztos, hogy valaki már úgy állott az ajtóban, hogy nem jut eszébe, hogy abból a liftből még ki akarnak szállni. Ez így van. És mi történik? Nyílik az ajtó, és ő elindul befele. És eszébe nem jut 10-ből 8 embernek, hogy ember, hát az a lift megérkezett, valószínű, abból még előtte kiszállnak. Na. És ez mindenkire igaz, ez a fajta viselkedés. Miért van az étterem? Mondjad, nem tapasztaltátok ezt? Miért van a BKV? Csapatszellem. És a többi foglal. És hogy nyilván vannak még ilyen viselkedési sztereotípiák, amit minden élethelyzetben minden ember ugyanúgy csinál. De ez a felszállok előbb, míg le nem szállnak. Beszállok a liftben, és nem jut eszembe, hogy ki akarnak szállni. Mellé ülök, amikor tudom, hogy ott van az egész étterem, és tök üres, de én valahogy félek. Vagy az emberi ösztön, vagy a tűzköré gyűlés ösztöne. Én nem tudom, szerintem ezért kéne ősi ösztönök, amik így, így körvonalazódnak. Egyébként a pincért akarod kímélni, nem? Hogy csak oda kelljen egy helyre menni. Igen. Ne kelljen a étterem. Hát ex-vendéglátósok azok, akik mindig így állsz a svéd asztalnál. Most gondolkozzatok ilyen élethelyzeteket. Uh-huh. Nagyon sokan. Állsz a svéd asztalnál. Szedsz. Étteremben vagy. Van 600 másik. Ilyen kis csévénk, tudod, amivel ez. Jön az ember, meglátja, hogy te ott vagy. Az biztos finom, a többi biztos elteted. Oda félrelök téged, miközben azt látod, hogy egy 6 méteres svéd asztalnál egy lélek nincs, de egy büdös ember nem áll sehol, és elkezdtek az utolsó ilyen pástétom szeleten nagyon vívni, hogy az most kié legyen, miközben egy másik csévig, mert van még 600 darab, ugyanez egy reggelinél egy szállodában, az utolsó tojásrántottán ketten vívtok, miközben még van 6 másik. Nem így van? Mondok más. Ráadásul hoznak még, ha elfogyott. Ráadásul hoznak még. Állsz egy büfében, római part. Tipikus, eszembe jutott 600 dolog. Megállsz, eszel egy hekket. Van egymás mellett 8 büfé, mindegy tök üres. Látják, hogy egy büfénél áll egy ember. Oda fog állni mindenki. Oda fog állni a többi. De az azért van, mert azt gondolják, hogy, hogy az a jó. A többi nem megy, ez megy. Miért? Mert ez jó. Na de egy ember ül ott, vagy egy ember áll, mondjuk te állsz. Soha nem biztató, hogyha mondjuk látsz egy éttermet, és annak mondjuk a kerthelyisége, vagy pedig a leülős része tök üres, a többinél meg vannak. Az mindig egy picit gyanús. És te is oda ülsz be. De ennek van egyfajta magyarázata, de hogy van egymás mellett három egyforma hekkes. Beáll egy valaki, és nem mersz beállni a másikba, és oda húzol ott az ember, az biztos jó, biztos tudja, hova kell állni. Te is beállsz ott. Figyelj, ezek ilyen tipikus viselkedések, és szerintem ebből, ha elkezd járni az agyad, ezret föl tud sorolni. Két metrósat hagy mondjam. Na. Két metros. Az egyik a kedvencem, amikor tudja, hogy nem tud leülni, mert nem fog beférni. Arra az egyetlen helyecskének mondható, mert nem hely, széleségű, ilyen kis maradványra, ami a gyakorlatilag ott az üléseken marad. Látja, hogy nem fog tudni leülni. De ő mit csinál? Leül, és beszuszakolja jobbról, balról egy kicsit a fenek, amíg te fel nem állsz. Mert hogy ilyen, érted, ránéz, és látod róla, hogy nem, és ő is tudja, hogy nem fog le. És nem, ő leül. De leül, okay, látod, a másik, ami a kedvencem, bent állsz a sarokba közvetlenül az ajtó mellett, de nem ott, ahol beszállnak, hanem a másik oldalon. Valaki felszáll, odaáll eléd, háttal neked, kapaszkodik,
és beszorít a sarokba. Igen. Ez megvan, teljesen tipikus. Hogy így áll, és tudod, ez a, ha nem látom, hogy mögöttem áll valaki, akkor ott nincs is senki. Beáll, és beszorít. Beszorít egy sarokba, és így állsz, mint egy ilyen hack. Vagy egy ilyen herring. Így áll, hogy hello, kezi csokolom. De ez valamilyen társas tömegvonzás, vagy ilyen, vagy az ember nem szeret egyedül lenni, fél, tehát bemész egy étterembe, leülsz az asztal mellé, mert én például olyan vagyok, én szeretek el kicsit. Nem tömegvonzás, mert vagyok. Akkor a színes néni magához ránta le engem, tehát amikor oda be akar ülni arra a 30 centis helyre. Nem vagyok sem mizantróp, egyszerűen jól esik szellősen üldögélni, nem? Szerintem azért sok embernek jól esik. Pláne, ha lehet. Oda jön, és leül mellé. Esztek, és fölnézel, kicsit átveszed az uborkát a tányérjából, kicsit ő is beleeszik a krumplis tésztádba, és körbenéz, és azt látod, hogy egy rohadt nagy étterembe ültök, ahol minden tök üres, majd bejön a harmadik pár, és azt látja, hogy ketten ülnek, ott biztos, és leül kicsit a két pár mellé, mert az egy jó hely. Mert látja, hogy az érdekes. Ami vonzza az embereket, és azt mondják, hogy nézd ez a fiatal pár, milyen elégedetten eszik azt a krumplileves. Ezek tényleg ilyen ősi ösztönök, amikor így a tűz köré gyűltünk, és akkor ott összebújtunk a vadak ellen, nem? Hiperparkolója ugyanez, tök üres, beállsz egy helyre, jön egy kocsi, utánad, nyitnád az ajtót, és már nem tudod, mert odaállni. Odaáll, és úgy áll be, hogy 50 centi. És mondod neki, és így mutatod, hogy ember. Néztes, hogy 400. Igen, tök is, tényleg. Beállsz, hiperpark, megállsz, és beáll melléd. És rád áll. És nem érted, hogy rendőr, vagy követed, vagy most körbenéz, és azt látod, hogy egy ilyen 6 hektárnyi területen mindenhol igen, szabad parkoló felület, és beáll mellé. Tehát valószínű, az ember tudatában, vagy tudatalattiában működik valami ez az egyén, az egyénhez húz, társas lények vagyunk, ott érezzük jól magunkat, igen, biztonságban érezzük magunkat, tehát ez valamilyen ösztön, de hogy közben ez tényleg sokan lift is. Nem így van? Hányszor éled azt át, hogy nyílik a lift ajtó, és elindul befelé? Hmm. És a 10-ből 5-nek nem jut eszébe, hogy abban lehet, hogy valószínűleg előbb még kiszállnak. Ez egy ilyen kollektív tudat, ami működik szerintem. Kabinos, öltözős megvan? Hogy na, azt, mit csináltam? Azt mondjátok már meg nekem, hogy a kabinosok meg az öltözősök, miért következetesen van 100 darab szekrény? Ott van 100 darab kulcs. Elkezdi venni. 1, 2, 3, 4, 5, ja, hat. Miért egymás és egymás mellé kerültök mindannyian, és úgy öltözködtök, hogy egyébként van még bent 96 darab üres szekrény. De jön oda öltözni. De oda jön, mert egyébként teljesen. Hogy hívják? És oda is kapod mellé a kulcsot. Miért? Igen, de ezek teljesen tipikus. Ilyen viselkedés mintákon gondolkoztam tegnap, azért nekem sincs sok bajom, nem? Hogy ezeken tudok gondolkodni. Na, ráérsz. Lefeküdtem egy kis Lenin póza. Nem, mert gondoltam, hogy erről akarok ma reggel beszélni, hogy még milyen tipikus viselkedési formák vannak, de például a sorbanállás, az is egy külön dolog, nem? Amikor beállsz a sorba, piac, itt ott vásárolsz, és sztereotíp viselkedés minták vannak, és azok alapján végeznek az emberek ugyanúgy dolgokat. Tehát például pénztárca, nem? Hát két dolog, piac, sorállás. Múltkor kérdezem egyik nénitől, nagy sorba ott áll, mondom, valamit olcsón adnak? Na azért állít ennyi ember? Nem tudom, de hát biztos, mert többiek is itt állnak. De zseniális. Beáll ő is a sorba. Hogy miért áll sorba? De hogy beállt, nem, már sokan álltak. Másik a pénztárca, amit említettél. Na, pénztárca, tipikus. 10 emberből, én erre komolyan figyelem, tanulmány, 10 emberből 9 ott keresi a pénztárcát a kasszánál. Mondja a végösszeget, kijön, mint 3875, és indul a túrás a táskába. Miért nem tudta, hogy fizetni kell? Nem, addig pakoltam. Nem igaz, mert félrehúzzák az árut. Nem, figyeld meg az embereket, 10-ből 9 akkor keresi. Teljesen tipikus viselkedés, mint abszolút. Ott állok a pénzt, én, mert egy számolok rá, hogy igen, fizetni kell a végén. Ha mindenkinek ott lenne egy kicsit a kezébe a bankkártya. Na nem, és akkor ott áll. De most mi vagyunk a hülyék, hogy mi leülünk máshova? Ostorozzam én magam, hogy bemegyek egy étterembe, és ott ül valaki, én nem ülök bele a szájába, mert nem akarom megnézni, hogy most birkózik ott az uborkával, meg mi van a hatos fogába beleragadva, itt szeretek máshova leülni. De leültél a törzs helye mellé. Igen, kinek oda járok, és mindig annál az asztalnál, te ültél oda. Mert szerintem azért nem minden ember ül le. Nem. Tehát vannak normális emberek. Ti leültök? Ti oda ültök, hogy te is úgy ülsz le? Leülsz a másik oldalra, leülsz egy kicsit arrébb, örülsz, hogy szellős az étterem. Hát nem vagy olyan hülye, hogy beleüljél a szájába, és végignézd, hogy ott meg... Ugye? Hogy azért ez nem mindenkire jellemző. Nem. Ez miért van egyébként, hogy amikor sorba állsz, és érzed a tarkodon a másiknak a leheletét, és egy fél lépést előrébb lépsz, hogy egy picit eltávolodj tőle, utánad lép? Mert fél. Hogy már halad a sor, de hogy miért, hogy igen, hogy miért nem lehet a 20 centi helyett mondjuk 50 centi távolságot tartani az előtted állóval a szemben a sorban. Én most már mindig azt csinálom, hogy a kosarat benhagyom magam mögött, hogy ne férjenek hozzám. Érted? Mert nem tudom miért, de valahogy tapadnak. Igen, beáll az aurába. Igen, ez például a postán szokott lenni. Teljesen tipikus. Nem, és sorba áll. Múltkor álltam valahol sorba, tudom, nem tűnt el. Ja, tudom, a reptér, Ferihegy. Egy néni konkrétan belelihegett a nyakamba. Magyar volt. És mondom, hát mondom, itt van a feleségem, hátrafordultam, mondom, itt van a feleségem, de ha nem lenne, benne.
És tudod, lépett előttem a sor, de úgy kell tudod, így ilyen csigavonalban mész előre, még ha nem mész előre fél percig, akkor sincs semmi baj, mert utána egyet lépsz, utoléred az előtted lévőt, és még száz sor. Sietett. Csokon. Segíthetek? Vagy spontán orgazmus? De vagy ilyetlen sógat is valamit a füledel? Kiváló. Éreztem rajta, hogy szíve szerint egyébként lökne egyet rajtam, hogy menjek előrébb. Igen. Hátrafordultam, mondom, nem nagyon illedelmes voltam, csókom, mondom, tessék elhívni, hogy megyek én, de majd ha megy a sor, nem tetszik előrébb sorba jutni, de mondom, ha letetszik késni a gépet, tessék nyugodtan beállni, nekünk úgy én is előre szoktam engedni. Tessék nyugodtan, csak ne tessék még negyed órát itt a nyakamban lihegni, hogy mert annyi egyszer csak elcsattam. Ez is egy spontán reakció, sietsz, akkor elkezdesz előrébb menni, azt hiszed, hogy attól előrébb sorba jössz. Ez rám is igaz, tehát hogy késtem már, de majdnem gépet toporogsz, mész, fészkelődsz, nézed, hogy ott miért nem megy előrébb, de nem leszel előrébb sorban, nem kapod meg előbb a vízumot. Na, 3,95 cent. Igen. 94. Teljesen tipikus emberi viselkedések vannak, és ez a legtöbb emberre jellemző. Nyilván nem mindenkire, szerintem nem mindenki akkora barom, hogy beleül a szádba egy étterembe azért, tehát nem szabad így általánosítani, de 10-ből 5-6 azért ezt így nagyon szépen megcsinálja. Igen, igen. Nem? De a legszebbet a hallgató írta. Na, melyik? 20-as piszovársor, beállsz valahova, tökéletes. Bejön, tökéletes. És melléd áll. 10 pontos példa. A kuki ír így, vagy miért? A kuki kukkoló, tudod? Bemész, előveszed. Hú, ez durva. Van, tudod, 20 helyre mehetnél, nem. Megvan az a pillanat a férfiaknak, amikor pont jön az inger, tudod, és igen, pont elengeded, és beáll melléd. És ilyen Balázs, tudod, besül, vissza, csíp, fáj, elrakod, kimész. Vagy bemész egy elzárt helyet. Nem tudod megcsinálni. Körbenézel, de külföldön ugyanígy? De fura. És egy ilyen végeláthatatlan pisszoár sor a végtelenbe, és tovább, tudod. Mindenhol pisszoár, odá mellé vizelni. De jó, hogy is ilyen gondunk. Vagy párbajozzunk. Kisebbség komplexusok. Nézd rá az enyémre. Igen, tehát hogy segíthetek. Tökéletes példa. Csajoknál nincs ilyen? Nincs ilyen, hál' is. Hát nem, nincs. De ez, de hát hallod, ez hát, nem semmi. Hát, hogy nem látod. Hát. Lehet, hogy átkukkol minden. Mert lehet, hogy nálad is úgy van egyébként, hogy jönnek a csajok, benéz alá, láb van, bemegyek mellé. Nem, a lányoknál a szarakodás van, mert bocsánat, hogy ezt mondom, de tényleg nem. Tehát, hogy nem tudom, mit csinálok olyan sokáig a WC-ben. Nem, hát az igen, az a női WC-re menés az egy más. Nem tudom, mit csinálnak, de az hagyjuk. Na jó. Tízszer lassabban megy a sor, mint a férfiaknál. Jó, nézzük még ilyen sztereotíp viselkedéseket. Jó, drága hallgatók, írjatok nekünk piac, BKV, szálloda, bölcsöde, óvodás csoport, szülői értekezlet, bármi, ami teljesen tipikus, és ráismerünk arra az embertípusra, aki ezt ebben a formában csinálja. Szerintem nagyon sok ilyen van. 7:08, 6 perccel jövünk az SMS-ekkel a hírek után. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Ugye arról beszélgetünk, hogy milyen tipikus emberi viselkedések vannak, ami azért mégsem annyira tipikus, mert hál' Isten nem jellemző mindenkire. Pont ezt próbáltam kinyomozni, hogy vajon én vagyok-e antiszoc, de hál' Isten nem. De kicsit igen, kicsit de igen, igazad de, van. De mégsem, mert hogy azért sokaknak szúrja a szemét ez a fajta viselkedés, hogy milyen tipikus dolgokat csinál az ember, amikor üres helyen ülsz egy étteremben, és valaki melléd ül, beáll a lift ajtóba, te szállnál ki, már elindul befelé. Tehát vannak sokunkra jellemző viselkedési minták, és hát rengeteg SMS jött. Azt mondja, hogy ott van az a rohadt csík a gyógyszertárban, mégis ott liheg a válladnál, és végignézi, ahogy megveszed a prosztata piruláidat. Teljesen tipikus egyébként, nem? A csík, de beáll, hogy gyorsan legyen. Boltban az aura vámpírok, érzed a leheletét a tarkódon, vagy amikor 12-szerre tolja neked a kosarat a pénztárnál, pedig mögötte még van 3 méter. Nagyon tipikus. Az autóbuszon szinte üres a busz, de az 5-6 ember az első ajtónál topog, pedig neki is csak 1-2 megállót megy. Pedig nem csak 1-2 megállót megy, így van. Ez is abszolút így van. Vendéglátós vagyok, többször találkoztam a következővel. Étterem 10 üres tiszta asztal, egy még nincs lepakolva, koszos poharak, stb. Hova ül le 10-ből 8 ember, ami még nincs leszedve. Igen, teljesen tipikus. Ez Dóri, be van járhatva. Dóri Szombathelyről írta. Multi parkolója szinte üres. Megállok, mire kijövök, csak körülöttem állnak. Teljesen tipikus viselkedés. Nagyon jó. De nem mindenkinél nyilván. Előzéskor előre dől, mintha azzal gyorsabb lenne az autó. Isti abba küldte nekünk. Illetve kanyarodáskor bedől. Igen. A kedvencem, amikor a mami letúr a bevásárlókocsival, mert a szalagon a szajré előrébb csúszik. Tudod, ez amikor előrébb megy az áruja, és megy utánad, mert azt hiszi, hogy elrabolják az áruját. Közben nem, mama, hát nyugodjon meg, csak megyünk a kassza felé. A szalag megy. Nincs ezzel baj, nem fogják elvinni. Ott van a leválasztó út következő vásárló kis fadarab, úgyhogy nem kell félni, nem fog összekeveredni. Ezt Tibi küldte nekünk. A halálom a bankban, ki van írva, itt várakozzon, hová áll a parasztja? A seggedbe, hogy meg tudja számolni a pénzedet, írja Kriszta. Teljesen tipikus.
Aztán egy másik, az anyukák állandóan aggódnak, hogy a gyerekeknek kint van a dereka. Jó, nem teljesen ideillik, de egyébként tényleg tipikus viselkedés. Azt mondja, hogy micsoda? Horgásztó 30 tég, 2 foglalt, 28 üres. Hova fog lepakolni? Mellé. Persze. Hova máshova? Dunapart, 15 kilométer, csak mi vagyunk, 2 gyerek. Hova áll meg a jetskivel a 20 fős banda? Természetesen oda mellé. Tehát ugye teljesen tipikus. Gabócát küldte nekünk. Balázs, a strandon, a medencékben is ez van. Az öreg urak liheknek a nyakadban, írja Csilla. Igen? Azt nem voltam. Ez van? Uh-huh. Hát, de ott az valahol érthető. Ha Csilla írja, akkor lenyugvon a pereje. Persze. Turkálóban 250 négyzetméteres üzlet, szedem össze, válfázom vissza, igazítom az összes turt ruhát. Egy lélek nincs a boltban, de az az egy engem lögdös, mert máshol nincs ruha. Nagyon jó. BKV elsőhajtós felszállás van, akkor keresi a jegyét, amikor felszállt, nem már előtte készíti ki, és utána megáll az elsőhajtónál, hogy más már ne tudjon leszállni tőle. Nagyon-nagyon tipikus egyébként. A sorszámozós helyeken mindig az van egyébként, hogyha húzol egyet, és te vagy mondjuk, vannak már öten, valaki kihúzza a hatodikat, és ő előre megy. Pedig látja, hogy ő a hatos, tehát tudja, hogy még öt van. Ez minden, a bankban állunk, ez mindig így van. Tehát van egy ember, és aki biztos, hogy utánad jött, húzott egyet, és odaáll a kasszához. Közvetlenül. Igen, pedig az ötös után nem a hetes fog következni. Igen. Jó reggelt, nem hiszitek el, 10 perc állok egy multi parkolójában, tök üres természetesen. Hova áll az ember? Mellém. Írja nekünk Péter. Legtipikusabb hosszú piszvársor, beállsz brunyálni, tök üres az egész, jön valaki, tuti, hogy beáll mellé. Így van, erről ugye beszéltünk, abszolút. 20-an voltunk a 150 fős moziban. Ugyanez. Hova ülnek? Persze, hogy mellém ül le. És én még szépen megkértem, hogy üljön odébb. Ez is teljesen tipikus. Tényleg a mozi mekkora tanítás, nem? Beülsz, 600 üres hely, 10 ültök, jön, hova ül? Beül eléd. És nem érted, hogy tesó félsz. Tudom, hogy horrorfilm, de azért ennyire ne féljünk. Igen. Igazolt tény, a férfiak piszor választásánál az elsőt követően a még szabad rész közül a középsőt választják. Hát nem itt tapasztaltam, hogy a középsőt választanál, bárki is, szerintem mindig sem. Mellettem lévőt. Igen. 1996 körül Egerben az egyik benzinkútnál télen mindig feldíszítették az ott lévő hatalmas fenyőfát. Haverom és én megálltunk előtte, és mereven néztük a tetejét. Körülbelül 15 perc múlva már vagy 25-30-an voltunk. Igen. Egyszer megkérdeztem, Sanyi, mit nézünk? A választ nem tudom. Erre eljöttünk. A többi ember azért még nézte egy darabig. Hát ki tudja? Hát váltal lehet ott valamit nézni. Igen. Nálunk a Péksiben egy hölgy szokta a melbimbójával megvakarni a hátam, ez nem is zavarna, ha egy 20 éves bombázó lenne, nem pedig egy 70 éves marinéri. Hát most jó, akárhogy igyekszem, nem tudok tőle menekülni, írja nekünk Bazsi. Azért ne válogassunk már, hogy neked semmi nem jó. Igen. Na, hogy mennyi ilyen tipikus viselkedés van, ugye? Hogy azért tényleg az ember ezen gondolkodik, és még egy edzőterem, 100 darab szabad gép. Oda jön a homárja, hogy beszállhatok, kérdezi. Váltva tudjuk csinálni. Váltva, érted, hogy pihenz, van még, hogy miért kell neked ezt váltva csinálni. Mennyi van még? Igen. Sok van még. De jó, kicsit megnyugodtam, tegnap ezen gondolkoztam. Én vagyok ennyire antiszoc, vagy csak máshogy gondolkodó, vagy már ennyire különsz, de megnyugszom, hogy nem, azért még vannak normálisan gondolkodók, hogy bemennek egy étterembe, és nem ülnek le a szádba, hanem egy szabad asztalt választanak. Ez tök jó. Hát de ugyanakkor megnézzük a dolognak a jó oldalát. Ez arról szól, hogy az emberek nem akarnak elidegenedni egymástól. Aha. Nem akarnak távolságot tartani. Ők csapatban gondolkodnak. Igen. Na jó van, köszönjük szépen az SMS-eket, jó sok jött. Óven bácsival játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint útolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Szia! Hello! Noémi! Így van. Noémi, honnan hívsz minket? Kiskunfélegyházáról. Ó, Kiskunfélegyháza. Mit csinálsz? Hát én most éppen készülődök az első igazi, normális munkahelyemre. Na, uha. Tényleg? Ma van az első munkanapod? Nem, majd holnap lesz, ma léptetnek be, meg ilyen apróságok. Aha, ja, hogy ilyen papírmunka. Igen. Na és mit csinálsz? Hát, pékként fogok dolgozni. Az egy nagyon szép szakma. És mint segítő, vagy már mint igazi pék? Hát szakmát végeztem. Aha. És akkor holnap azt mondják, hogy rajtad múlik 100 darab kenyér sorsa, irány kisütni, azért az nagy teher. Hát,
Szeretem, még. Most még. Jó kis korán kell, és tiéd az egész nap. Tényleg, mikor kelsz? Hát majd olyan 4:30 magasságába. Azt a mindenit, hát akkor nagyjából együtt. Együtt kelünk. 4:30. Gondolj ránk, hogy mi már akkor fönn vagyunk. Körülbelül. Mindenképpen. Ugye. Jó, mi meg majd átgondolunk. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj! Nagyon kemény motoros. Így van, közül ez az egyik. Elindultak Siófokra? Hát, berúgták a Harley-t. Hát holnap már mennie kell. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Oké. Hát ez nagyon könnyű, Noémi. Az létezik, hogy én nem hallottam az éneket? Persze, mutatjuk hangosabban, figyelj. Mit vagy? Itt vagyok, jó. Nem hallom. Akkor egy hosszabb részletet akkor mutatunk, jó? Figyelj, kivettük a bögrét. Nincs meg? Nincs, de az éneket nem hallom. De nem tudunk vele mit csinálni. Várjá. Nagyon, mert... Várjál. Semmit nem hallottál? Semmit. Semmit? Ki sem ment az ének? De ki ment csak az ő telefonjába, nem ment, mert valaki át pultot. Na, még egyszer. Na. Akkor jön a rövid rész. Figyelj! Most hallottad, ugye? Hallottam. De miért nem hallottad eddig? De komolyan miért nem lehet itt egy napot megcsinálni, úgyhogy ne legyen valami zűrünk? Komolyan mondom, nem hiszem el. Most na, hallottad? Hallottam. Nem hiszem el, állandóan van valami. Jó, és beugrott? Még nem. Még nem, megmutatjuk még egyszer, figyelj. Tudom, csak... Na, magyar. Arra is rájöttem. Nincs boldog meg. Lennék, ha kitalálni. Boldog angolul, boldog. Megérdemlett, hogy segítsünk, hát szegény, nem hallottad, nem tetsz róla. Egy banda és boldogok. Az egy boldog banda. Boldog banda? Aha. Angolul? Happy? Igen, happy. Na jó, hát. Ők nem... Na jó, mutassuk, mert ennél többet nem tudunk. Jaj, egy jó kis... Happy gang! Noémi, hát megmondtuk már az elejét is a zenekarnak. Hallottam. Komolyan mondom. Hát szegény, volt egy kis technikai zűrünk sokatszor, de hogy... Hát ennél többet nem tudtunk segíteni. Igen, már most már megmondtuk a zenekarnak az elejét. Legközelebb átküldjük egy nappal korábban. Igen. Jól van. Oké, Noémi, sajnáljuk. Én örülök, hogy játszhattam veletek. Mi is örülünk, és sok sikert neked a munkahelyeden holnap. Ügyes legyél. Köszönöm. Jó? Szépen. Drukkolunk. Köszönöm szépen. Szia, Noémi. Sziasztok. Ciao. Hello. Ha bazi nagy jacuzzimban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakasza TV, kakasza TV. Hú, kakakasza TV, kakasza TV. No! TV! Ez már a személyi kultusznak a nem tudom miért. Tehát, most, hogy így hova tovább? Ha a bazi nagy jacuzzimban nem találod, hol vagyok, keres az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Hát figyelj, csak az igazság. Most csak az igazság. Azért, hol vagyok én ehhez képest? Egy szerény visszafogott hétköznapi srác de vagyok. De komolyan mondom. Ki az nem? A Fidel Castro? De tényleg, komolyan. Jó, de mondtam is egyébként, hogy lennék én szerény, ha volna mire, vagy másképpen szoktam fogalmazni, voltam én egy napig szerény, de mit csináljak, ha nekem nem áll jól.
Ennyi. Nem? Vannak emberek, akiknek ez nem áll jól. Egyébként nem az én műfajom, de egy picit visszautaljak egyébként a retro napotokra, az kimaradt egyébként erről a Bahartos hajózásról, az a Jobb a Heart, Jobb a Soul. Jobb a Heart. Figyelj, ez az új szignálod most, hogy szokjunk hozzá, vagy dobjuk el? Ne dobjátok, hát igazából azért hoztam, hogy megszavazzuk. Én azt gondolom, hogy van benne perspektíva, szerintem kell a végére egy kis dobocska, hogy a vége belódul. Az előzőt azért szeretem kicsit jobban, mert az ilyen rockis, hype-olós, kicsit olyan felvezetősebb volt, de megszokható. Figyelj, ebben nincs az a nagy hype. Verbális hype benne van, de nem rázott ki a hideg. Stadionban mögötte, nem hallottad? Őrjöngje stadion, miközben arról beszélek, hogyha bazin a jacuzziban nem talált, hol vagyok. Szerintem ez nagyon menő, mert tényleg neked egyébként a szerénység nem is állnak tényleg jól, mert az emberek azt mondják, hogy csak megjátszod magad. Igen. És abszolút látszik, már szeretik is hallgatok. Tibi, fantasztikus volt a hétvégi buli, Tisza Telken. Tisza Telken létezett. Amíg oda nem értél. Te szemét. Nem is voltam Tisza Telken. Tisza Telken, nem? Nem voltál Tisza Telken? Békés Csaba Kecskemét. Olyan vagy, mint az Irigy Hornai Mirigy, így egyszerre három felé mentek? Így van, a bátyám imitál engem. Előre rakja az alsó pittyét, és elkezdi énekelni a hullócsillagot. Így van. Nem arra jó bulik vannak egyébként. Például csak azért most, ha már a szerénységről beszélünk, innen is egyébként rögtön egy bulira megyek egyébként. Na, tehát, beteg lett a Vastag Csabi állítólag, és egy bulit átoltak rá. De nem akarom még itt azért elkapkodni, van egy felvezetésem, amit szeretnék veletek egy picit megosztani, mert múltkor nem adtátok meg, amikor harcoltam a kanszúnyoggal, emlékeztek? Hát nyilván, mert igazunk volt. De azt el kell mondjam, hogy azóta továbbra is harcolok, most a múltkor konkrétan az autómat akarta ellopni egy kanszúnyog, ez tegnap reggel volt. Nyitom ki az ajtót, és ebből kicsit össze is gyűjtöttem, mert ilyen háztartási baleset lett a kanszúnyoggal lefolytott harcomból, és csináltam nektek egy ilyen top 5-ös listát, hogy mik a legidiótább otthon elszenvedhető balesetek. Most a kanszúnyogos dolog kapcsán félig nyitott ki az ajtaját a kocsinak, próbálsz beszállni nagyon gyorsan, hogy ne tudjon beelőzni a kanszúnyog. Igen. És nagyon nyomorultan teligázon neki mész a kocsi ajtónak a sarkának. Megvan az érzés. Hova mész? Ja, hogy kinyitod az ajtót, igen. Azt hitted, hogy kivágtad, visszacsukódik félig, és a sarkának vállal teligőzzel. Megvan az a finom néma pillanat? Megvan? Én be tudok szállni a kocsimba, csak mondom. Jó, te meg a fejed vágod be. Nem? Az nem tudatos. Jó, összegyűjtöttem egyiket egy ilyen top 5-ös rakjunk közt, hogy mik az otthon elszenvedhető legidiótább balesetek. Egy jó, hát jó, most azt mondom, hogy nagyon jó ízűen falatozó, egy jó faás, jó reggeli, és nagyon-nagyon teligázva szétharapod a nyelvedet. Az tipikus. Finom? Az nagyon. Vagy az ínyedre, az arc izmodot belülről szétharapod. Én főleg, hogyha nagyon flamos vagy, és így szintes a falánk elkezdesz. Azt mondom, nem? Úristen, borzasztó. És akkor ugye egy percre, ha? És akkor mi a következő? Még egyszer ráharapsz ugyanarra. Az már aztán mindennek az alja. Az borzalmas. Egy jó ágysarkának szétrugás a kislábújjal. Az igen. Ágysarok, küszöb. Küszöbb nagylábúja, de átsarka kislábúja. Ja, tipikus. Abszolút. Új, és az hogy tud fájni? Nem? És olyankor azért, ott állsz. Hogy jössz ki frissen lezuhanyozva a fürdőszobából, megbotlasz és belakadsz az Andiba. Jó, alá lépni lépcsőfoknak, ez Balázs, te érzed egyébként. Hogy lecsúszik a sarkad a lépcsőfokon, és egy telibe lehúzod a vádidat, és belepusztulsz, úgy fáj. Akkor három lépcsőfokot zuhantam egy laptoppal a kezemben. Akkor átestem, hogy ott maradtam a földön. De a laptop nem bírtam fölállni. Tessék? De a laptopot megmentetted. Láttam magam a levegőben, ahogy repülök. Képzeld el, olyan élményem volt, hogy eszembe jutott, hogy úristen, most repülök. Nem sérület, az életem van benne. Könyvem az új könyvem. Akkor már az előszó kész! Akkor átestem, hogy amikor tudod, van időd azon gondolkozni, hogy jé, érdekes, fent vagyok a levegőben. Ez nagyon rossz lesz, és a következő pillanatban becsapódtam. És ott feküdtem még egy fél percet, egyedül voltam otthon, zokniba jöttem le a lépcsőt, én nyomorult, nem zokni, tehát már maga a szó. És kicsúszott a harmadik fokról a lábam, a márványon. Megcsúsztam. És, De az aranyporon? Hülyék! És így bólogattok, hogy a márványon. Mondjatok már valamit. Nem, tényleg márvány. Akkor miért mondja, hogy nem? Egy szép karara már egy. Nem, az előtted hol mentek a szolgák a rózsaszirmokkal, nem mentek? Nem jöttek. Akkor azért. Na mindegy, és így megcsúsztam, és levegőbe repültem. Akkor hát, és tudod, amikor érzed, hogy nyomorult vagy.
és leesel, és ott maradsz. Hát megszédült el a tömjészaktól, az aranytól. Elvakított a gyémánt betét a nappaliból, tudod. Igen, úgy szörnyű volt. Na mindegy, szóval ezt adom. Jó, igazából csak egy picit akartam, hogy legyetek velem, én mondom itt a kanszúnyoga. De mi nem ötöt mondtál? Ja, de van egy csomó még, csak azt éreztem, hogy... Ja, meg kettőnél megálltunk. Volt a kocsiajtó, volt a nyelvelharapás, az ágy sarkának szétrugása, leesés a lépcsőről, és akkor legyen mondjuk egy utolsó. Az nálatok van, nekem még nincsen gyerekem, legalábbis remélem, hogy nincsen. Gyerekjátékán egy ilyen telibe taposott legó. Tele taposott legó. Talp középpel, finoman. Nagyon tudsz. Adjuk. Azt adom, abszolút adom. Szóval azért veszélyes. Ez már a csörbökés? Mert akkor készítünk. Nem, ez a, te hülye vagy, ez a téma volt. Nem, ez az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Nem beszéltünk róla, pedig ezek erre érzékenyek szoktatok egyébként lenni. Na. Hát tegnap is már Osváth Andival sehol egy zajos ünneplés. Aha, senki nem hiszi el. Hát, igen, tudod, mi? Az annyira műcsók nem volt. Hogy azért, mert el voltam fordulva? Aha. Tehát arra tippelsz, hogy nem volt egy kis átlefegyelés okosban? Nem, biztos, hogy nem. Én láttam, én nem téged irigyeltelek, hanem őt sajnáltam. Szemét láda. Nézzétek, úriember erről nem beszél, úgyhogy én mondhatom. Hihetetlen, tehát az a technika. Komolyan. Olyan intim pillanatunk volt ott. És nagyon át akartad dugni a nyelvedet a kezén. Nagyon-nagyon meg akartam nyalni az állát. Nagyon meg akartam nyalni az állát. Jól puszil? Hihetetlen. De nem, ez sokkal több volt. Ez már-már hitvesi. Aha. Komolyan, olyan elköteleződés volt az egészben, érted? Tehát, hogy pillanatra, mint ezek a bodobácsok, hogy mik ragadnak össze. A bodobácsok ragadnak össze, olyan, igen. Hát, volt egy pillanat, amikor konkrétan két szerkesztő húzott minket szét, érted? Mert összetapadtunk, összevákumozottunk. Csak az ellenkező irányban nézett arccal, nem is menekült. Na, hogy most igazából a múltkor egy picit szigorúak voltatok velem, és emiatt egy picit szorongtam is, mert ugye a végén az volt az értékelésben, hogy ezt a nyárfa pőszmözt, ezt senki nem szereti. Ugye? De nem adjuk. Senki nem szereti, de ehhez képest kettesre kaptam meg. Ez egy kicsikét úgy éreztem, hogy itt keményen voltam fogva, úgyhogy most egy picit azt érzem, hogy most elengedőbbek lesztek, vagy megengedőbbek. Na. De ez jó téma, fiam, hogy azóta egyébként bármire, mindig ezt mondjuk, bármi történik otthon, bármi probléma van, biztos, hogy nyárfa pöszme. Komolyan ezt toljuk. Nyárfa pöszmös. Hogy most egy másik, egy tök életszerű szituációról akarok veletek beszélni. Szóval egyre kevesebb helyen van, most már normál papírkéztörlő. Nálatok még azt hiszem, egyébként van itt a WC-ben vagy a mosdóban, de egyre kevesebb helyen van most már normál papírkéztörlő, hanem mindenütt ezek a szemét ilyen befúvós izék vannak. Van az, amiben egy lefel kell lógatni a kezdet, egy ilyen. Vigyél innen, mi is innen hordjuk. Lopok innen. De, vagy alátartani ilyen MiG-21-es izéknek, ilyen befúvóknak, és a legtöbbször ráadásul ezeket a csap mellé teszik, hogy még ráadásul, hogyha éppen mossa valaki a kezét, oda se tudsz férni, és általában mondjuk egy 10 csaphoz van mondjuk 2 ilyen kifúvó valami, hogy biztosan, de darabig sorbálsz, aztán megtöröd a gatyádba, és nem véletlen van rajtad. De én ráadásul szeretem is azt az érzést, hogy törlöm a kezemet. Tehát nekem ez, hogy fújogatod ott meleg levegővel, ez nem is az az érzés, mint amikor egyszer normálisan megtörlöd. Tehát, rohadtul nem adom. Ezt már most mondom. Szemét vagy. Hát nekem ez a bedugós, tudjátok, van ez a annyira high-tech, 2 másodperc alatt megszárad a kezed, iszonyatosan bejön nekem, marhára tetszik, hogy nem kell papírba törölgetni, főleg azért nem, mert az embereknek a nagy része, nem tudom, megfigyeltétek-e, egy beledob 20 darabot, azzal meg is telik, senki nem nyomja le, utána már potyog le mellé, az egész egy halom dzsuba. Viszont ezek a készszárítók és ezek a modernek, amivel beledugod, és ennyi az egész gyakorlatilag. Hogy csinál? Ha Figyelj, kicsi elmentes övezet. Abba ott lötyög a koszos ilyen csaplé, ilyen lefolyt, félig megmosott kezéről a lefolyt gusztusmányos csaplé hozzá. De nem az, de miközben a forró levegő fújja, az közben szépen ott párolog el, az megy rád. Én hozzányúltam. Én Bécsben láttam először egy bécsi WC-ben ilyen kézzelugós, és én a papírt kerestem, mert én nem ismertem ezt így betudni. És megijedtél, hogy milyen kezek az osztrákok, ez a radiátor, elkezd, akkor jöttem rá, hogy ez egy ilyen kézmeleg. Én nem ismertem, csak ezt a
megnyomod, és akkor alá teszed a kezed ezt a berakósat így. Én nem tudtam, én abban a papírt kerestem, mennyire profi vagyok. Igen, hol lehet? A balkáni fiú megérkezett Bécsbe a világvárosba. Beállítani már az a fújja belőle, jön papír. Szörnyű volt. Én továbbra is fenntartom, tehát most jöhettek rám, elfogadom, ha nem adjátok. Tudod, meg. Mi az idegesítő? Nekem hiányzik az, hogy nem tudom megtörölni a kezemet, ezért én ezeket a fújókat nem szeretem, kiszárítja a kezdet egyébként, nem írom, hanem a metroszexuális bátyám, hogy által kiszárítja a finom bőrt, és a másik az, hogy én ilyenkor állok a sorba, és elindulok kifele, és én általában azt csinálom, hogy fújkálom a kezemet szájjal, és utána szépen úgy alibizek kifele, mintha megigazítanám a hajamat, és megtörlöm a hajamat. Aha. Vagy az szerintem, vagy ezt én akkor tudnám adni, ha azt mondtad volna, hogy a kézszárító, mert egyébként például az böki a csörmet, hogy amikor a kézszárítót annyira teleteszik papírral, az megvan, hogy tudod, hogy van benne, de nem tudod kihúzni. Igen. Alul, mert annyira megvan terhelve, hogy nem jön ki. És úgy tudod csak kihúzni, hogy egy ilyen fél kilós köteget így kihúzol. Tök nagy pazarlás, tele lesz a kuka, mert annyira megtömik föntről. Az miért jó? Tök miért nem húzzak bele kevesebbet, hogy alul ki tud húzni? Nálunk is mindig így csinálják. Úgy megtömik, hogy nem tudod alul kihúzni. Meg de van benne papír. Beszakad a fele. És beszakad a fele, mert a súlytól ugye nem tudod kihúzni. Ez tök jogos. 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 Látod, ha én hoznám ezt a rovatot? De ahogy a Tibi hozza, nem jogos. De várjál, de akkor várjál. Nem az, hogy ezt akkor megadnád, amit mondtál? Nagyon. Legyen ez. Legyen ez. Már adom is. Így van. Melyik a legjobb? Az egyes. Egyes szintű, abszolút indokolatlan. Köszönöm. Nem, hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Na. Mindannyian fejet hajtunk nagyságodat. Tibi a király. Jól vanna. Ebben nem beszéltek bele, ez mindig jó hallani. És ez jó, hogy a hallgatók is hallják, nem, hogy ti így vélekedtek erről. Ez abszolút jó. Remélhetőleg nem tudják, hogy ezeket én gyártottam, ugye? Tehát, hogy ne. De, hogy elmondtuk. Tibi a király. De nem azért húztam az időt ezzel a nyilvánvalóan jogos csörbökéssel és az azt megelőző otthoni balesetekkel, mert nincsen most valami nagyon aktuális magvas a tarsajban. De hogy nem. 9:30 lesz, 2 perc múlva, kicsit azt hittem, hogy nincs témád. De van! Egy oldali ballagás sztoria ütötte meg. Elballagtál? Igen. Gratulálok. Hova tovább? Estibe? Vagy mi lesz a kövi? Elballagott egy kisgyerek valahol vidéken, szándékosan nem mondom, hogy hol, és hát egy kis szerény bulikát rendeztek. Szerény bulikát rendeztek neki. Egy 1200 fős kis összejövetelen ünnepelték meg a kis édes nebuló távozását, és hát fellépőket rendeltek neki. Hát rendeltek először is neki egy 13 méteres hammert, hogy azért mégsem menjen haza az a szegény gyerek. Hát most gyalog? Nem, vagy hogy? Hát most az egyszer balagsz azokban. Csak az volt a furcsa, hogy az óvodához képest 10 méterre laktak. Egy 13 méteres hammer, általuk 1200-an voltak, egy 2000 fős faluban egyébként. Tehát ez a finom színezés a dolognak. Rendeltek egy-két föllépőt is, hogy mégse legyen az, hogy úgy magányosan telik a délután. A kis grofó volt ott, az egyébként nekem úgy nem annyira áll közel, azt tudjátok? Kis grofó, nagy grofó, igen. Kis grofó, melyik vannak. Azért még megrendelték a Gáspár Lacit mellé, hogy legyen egy kis popzene. Én ma azért még Iron Maidenre megyek, de majd a messzi távolban talán ők is. Tehát, hogy Gáspár Lacit megrendelték rá, állítólag kapott a gyerek valami szabad szemmel jól látható mennyiségű aranyat, hogy azért mégis ez emlékezetes legyen, illetőleg állítólag rebesgették, hogy kap házat is. Hát legyen. Hát azt addig kiadod, amíg fölnő, az egy csomó pénzt hoz. Hát most, na hogy tegyék alá, amit persze, kell, nem? Hát így dögjön egy kéz egzisztenciával a gyerek. Hát így van. Hát most már lassan vége a tanulmányoknak. Nem viccelj. Hát lassan kirepül a gyerek a fészekből. Nekem tudod, de én rájöttem mi a bajod, hogy téged nem hívtak meg fellépni. Nem, egyébként nem. Az egyik az egyébként, hogy a Gáspár Laci mellé már nem igaz, hogy nem féltem volna. Tudtam volna adni rá kedvezményt, hogyha a röviden műsorban, érted, ami a 10 perces, a képdalos. De hogy ez egyik dolog, hogy ez a mi bökte a csörmet, hogy én már akkor hogy nem féltem el, érted, ebbe a neves fölhozatolba. A másikat meg már nem tudom, hogy mondtam. Ez jó. Egyébként egy picit a viccet félretéve, most függetlenül attól, hogy ők milyen életstílust élnek, meg hogy ez mi passzol, mi nem passzol, hogy szeretik, hogy nem élni a saját életüket, limuzint rendelni egy óvodás kislánynak, az szerintem egy végtelenül nagy ostobaság. Tehát az a baj, hogy ennek a gyereknek utána már gyakorlatilag semmit
nem lehet majd venni, semmit nem lehet majd adni, amit igazán becsülne. Most aknázzák alá a gyereknek az értékrendszerét. Az a baj, most szembe kell, hogy menjek veled, pedig tudod, hogy nem gyakran csinálom, mert nézd, ott van például... Példali módszég, igen. Nem, mert ott van például, most nézzünk csak egy egyszerű példát, ott van például a McAlay Culkin, ugye? Igen. Aki a reszkesetek betörők sztári volt. Tehát az milyen jóra való rendes nagy felnőtt lett, nem? Abszolút, ugye? Egy jóra való 23 éves bipoláris depresszióban szenvedő heroinista kisfiú. Hát milyen jóra való felnőtt lett szegény? Mintha csak egy dealert hallottam volna. Hát, vagy ott van például, aki szintén ugye meg fiatal korában elkezdte, puff, szétütött. Jó, nálam még mindig Drew Barrymore a rekord, aki 7 évesen alkoholista volt. Igen. Na azért ahhoz zárkozzál fel, amikor 7 évesen a gyerek. 7 évesen, 9 évesen meg kijött az elvonóról. A Benny most a két év múlva már alkoholista lenne. Igen. Azért jó, de 9 éves korában mindenen túl lenne, utána már normális életet élne. Mert Drew Barrymore legalább lábra tudott állni. 7 évesen volt alkoholista a gyerek. Az... Érted? A más még azt, hogy A, B, ezt tanulod. Igen. Ő már alkoholista volt. Az milyen komoly. De ott van például. IT-be, az IT-be, ugye? Hát igen. Most gondold el, hogy ő nem Robé Vitt nyomott. Még egy kamperi szódába. 7 évesen. Azért az nagyon kemény. De ott van például a baromira visszafogott és tök szimpatikus, és szintén egyébként teljesen konzervatív életet élő Lindsay Lohan, nem? Tehát aki szintén ugye nem csúszott szét a tinisztárság után, hogy mindenem meg volt, nem? Légy Lindsay Lohan. Na, őt már nem követem össze. Csúszott szintén, hogy egy ilyen tini szétesett. Igen, mert többet van bíróságon, mint a bárándiak. Szép. Hát az összes tinisztárt, ugye most akár egy Britney Spears is, ugye ő is egy konzervatív életfölfogású családanya lett aztán, ugye, a tinisztárságban. Hát, ő azért nagyon kapott. Ő ugye Justin Timberlake, amikor még a Mickey Mouse Show-ban 7 évesen még ott táncikált, aztán egyébként azért ott van tehetség, de hát aztán ott volt minden apuci ráját, rányított barát meg erőszakot, de hányatott sorsú gyerekek, Michael Jackson, hát az apja mit csinált velük? Mit csinált? Hát az döbbenet azt elolvasni. De a másik egyébként rájöttem, hogy még mi böki a csőrömet az óvodás ballagás kapcsán. Az, hogy egyébként nekem például a faterom az általános iskolai ballagásomra rendelt valamit állítólag. Az a mai napig jön. Az valami nagy dolog lehet. Ez akkor, egy hosszú távú ajándék, tudod? Tehát készül bármikor várhatott. Akkor állt ISI-ből elballagtam, ott rendelt nekem valamit állítólag. Faterom mondta, hogy meg van rendelve, és ez a mai napig jön, érted? Tehát, nekem is volt, hogy 10 évesen elkértek anyukám még egy gitárt. Kölcsön, mert nem volt pénzünk gitára. És mondta a apukám, hogy ha jól viselkedsz, karácsonyra megkapott, 6 évig vártam a gitárt. És így ültem a falon. És már rég elfelejtették, tudod, mert csak jó, majd megkapott, ha jól viselkedsz, sose tudták megvenni, mert egy ilyen... Ha jól viselkedsz, na? Pullover! 10 évesen egy elektroakusztikus Ibanez gitár volt, ami azért akkor konkrétan megérért egy panellakást, tudod, tehát ilyen. És mondta apám, hogy jó, majd megkapott, ha jól viselkedsz, és 6 évig így mentem be a falát, kerestem, hogy mi hát, most már rég azt se tudták, milyen gitár, én még mindig így ültem. Hát szerintem... Miért vagy szomorú, Balázska? Hát, mert eltelt 6 év, és még nem kaptam meg a nem szívottak, szerintem hogy már abból már mondjuk következtettél volna, hogy azt mondta a faterod, hogy egy elektroakusztikus Ibanezt fogsz kapni. Tehát, hogy érted, már abból már hogy hívják, akkor következtettél arra, hogy hát ebből nem lesz senki, és majd a Pákótól, a Pákó bácsitól elkérjük az egyik gitárját. Ez milyen, mikor 6 évig várod, de hát nem tudtam, hogy egy kisebb középkategóriájú autóára volt akkor. Tehát nem nekem megért semmit, apám, meg is kaptam. De hogyha jó fejek lettek volna a szülők, akkor azt nyomadták volna, hogy vettek volna egy ilyen gitárformájú dobot, és mindig abba kaptad volna a sálat. Igen. Balázskám, megjött a gitár, nem, már megint sapka. Na, elígy bevásárolni hozzá 2 kiló krumplit a sapkádba. Ez egyébként megtörtént. Hát igen, és apám rám járt. Tényleg. És mindig kemény tok lett volna, hogy azt mondja, hogy drágább gitár. Kemény tok, biztos jó, drága. Kinyitott, és sapka. Sapka, sár, kettő. Jó, hát megfázom, persze. Na, de ez is lett volna nyilván a témának a lényege, hogy elkapassuk a gyereket, tehát jó ez, hogy a gyerek mindent megkap, és próbálod neki megadni azt, amit meg tudsz adni, vagy igenis járjuk ki a saját útját. Tehát van a két út, ugye, van a nagyon gazdag szülő, aki azt mondja, hogy mikor meghal, akkor ráhagyja 6 darab macskára a teljes vagyonát, hogy a gyerek járja végig azt az utat, amit neki végig kell járni. Tehát szándékosan nem kap semmit a javakból. Meg van a másik oldal, aki meg mindent találnak, mert azt mondja, hogy nekem végül is rossz volt gyerekkoromban, hogy nem volt semmi, kapjon meg mindent a gyerek, legyen arany gyerekkora. Elvihetnénk kicsit komolyba, de mondjuk ha picit mélyebbek vagyunk, azt téged mindig megzavarom. Mélyebb érvekkel nem zavarnálok össze, mert arra nem tudsz ráfűzni. Hát az egy tizedét megértem, érted, azt megokosodva megyek ki. Hát nyilván nem jó. Tehát, hogy ez nyilván nem jó. Ez egy olyan értékítéleted ad, ami nem jó. Csak az ember meg közben azon gondolkodik, hogy ugye vagyunk mi, akik azért nagy szegénységben nőttünk föl, szerintem mindannyian. Így van. Most van egy élethelyzet, amikor te megpróbálsz mindent megadni a gyermekednek. Én emlékszem, hogy én mindig 21 évesen ültem, vagy 20 évesen ültem először repülőn, mert hogy az akkora élmény volt. Most mit csinálsz? Tehát,
most ha viszed a gyerekedet, mert szeretnél neki mindent megadni. Jó, jó, de nem kellett volna magára kicsit venni a beszélgetést. Jó, jó. Hát ne utazzon már másokkal az a gyerek, érted? Tehát, hogy milyen különleges élethelyzet egyébként, erről sokat beszélünk, nem zavar össze, hogy egy pillanatra komolyak vagyunk. Nem érzed magad, hogy partvonalra szorultál. Nem akar, úgy mindjárt bevonlak újra. Nem az, Balázs, csak ha téged nem zavar össze, hogy közben kimegyek. Nem akartalak partvonalra rendelni, csak egy komoly gondolat. Hogy most van egy választásod, ugye mi mondjuk tényleg 13 éves és elmentél Balatonhoz. Máttal mondja nekem. Elmentél először, láttad a tengert mondjuk 19 éves, amikor fölültél valamilyen vonatra, és elmentél Rostokba, és ott láttad a tengert, 25. Nem? Vagy 25. De hogy te mit csinálsz, hogy ne vidd el a gyerekedet most, és nem utasd meg neki, ha te elmész mondjuk egy évben egyszer a tengerhez. Igen, szerintem az de ő tizedszerre úgy megy el 12 évesen, hogy azt mondja, hogy jó, itt a tenger, hogy közben azért ez adott egyfajta örömöt is, nem? Hogy nem kaptál meg mindent, de közben meg a te gyerekednek megpróbálsz mindent megadni. Hát nem? Akkor nem adott örömöt, amikor nem mentél, akkor adott, mikor végre eljutottál. Na de akkor milyen nagy szó volt? Viszont most viszed a gyerekedet, te is, ha mentél külföldre, hát az ember a megteheti. De meg. Akkor mit csinálsz itthon? Na ezt mondom, hogy milyen jó. De Benni úgy ül repülőre, és közben mindig azon okozunk, hogy jó vagy nem jó, de most itt hagyod? Nem hagyod. Mondd, hogy ez trollibusz. Nem, de most ez komolyan kérdezem. Szerintem ez egy nehéz, érdekes élethelyzet, hogy közben megviszed, de meg nem fogja úgy értékelni, hogy én éveken keresztül csak jártunk ki Feriegyre, és néztük a repülőket, hogy de jó lenne repülni, de tudtuk, hogy esélytelen. Ő meg azt mondja, hogy rámutat, hogy melyik repülővel megyünk, mert most Münchenből mondjuk repülővel jöttünk haza. Tehát, hogy mit csinálsz? Hova lövöd be a határt? Szerintem azért, azért van egy egészséges életet. Te például ennek ellenére van. Csak hadd mondjam el, hogy volt, amikor behozott valaki egy ilyen távirányítós ilyen lufi léghajót. Igen. És ezt azért nem vitted el a gyereknek, mert ha ezt most elviszed neki, akkor utána izért kell neki vinni, nem tudom, nyolc rotoros, nem tudom milyen drónt, hogy 6 évesen még lekösd. Én azt már előre kikötöttem, ezt megbeszéltük a Vikinek, hogy se elektromos autója, se elektromos motorja, se ilyen ráülős gázhúzó, soha sem ilyen. Tehát nyilván az ember megad mindent, de próbálsz azért tartani egy olyan egészséges értékítéletet, hogy ne 5 percenként, nem mindig mindennek, hogy a gyerek ne kapja meg mindig. Tehát nem is az a lényeg, hogy mit veszel neki, hanem néha meg tudja az, hogy milyen, amikor valamire vágyakozni kell, valamire várni kell, valamit nem kap meg csak egy hónap múlva, akkor lesz igazán értéke, megvehetsz nekitek bármit, csak ne azonnal, és nem minden szerintem. Meg teljesíteni kell érte. Szerintem az egy tök jó dolog, hogyha azt mondtad neki, hogy valamit kérsz érte cserébe. Lehet ez egészen pici gyereknél, mit tudom én azt, hogy viselkedjen szépen, segítsen anyunak a konyhába, stb. Vagy amikor nagyobb, akkor konkrétan egy jó jegyhez. Vagy ahhoz, hogy javítson mondjuk az iskolai jelenlényét. A jó jegy az jó szerintem. Ahhoz lenne kötve a dolog, hogy legalább valamit kapjál érte, te is cserébe. Ami egyébként számára is hasznos. Na gyere Tibi, szállj be úgy. Milyen szállj be? Én osztom a témát, a szemétláda. Na, itt vagyunk Tibi. Ja, bocs, egy kicsit kitérő. Na, és két rendőr megy a sivatagba. Nem mindig jó. Jó, egy pillanatra komolyak lettünk, ne haragudj. De hogyha te választhattál volna, igen? Annak idén, tehát mi úgy nőttünk fel, ahogy felnőttünk. De szerintem ez ugyanakkor nem baj. Ha választhattál volna, nem mondtad adott. Volna azt, hogy jó lett volna az új BMX, meg nem mondtad volna, hogy jó lett volna az a számítógép. Tudod mennyire, mikor megnéztem a BMX banditákat és hazamentem, és 8000 forint volt egy BMX, és az anyukám keresett 2500 forintot, az apukám keresett 2000-et, és kiszámolták nekem, hogy érzsék 4000 forintot, és 6000 forint az új BMX, tudtam, hogy soha nem lesz. Valami olyan elkeseredés volt bennem, és aztán évekkel később valahogy lett egy ilyen kölcsön BMX egy hétre, és nagyobb örömet adott az az egy hét, mintha másnap megkaptam volna szerintem. Tehát ez az, ami a mostani gyerekeknél eltűnik teljesen természetes módon, ha meg tudod neki venni, nyilván nem akarod, hogy évekig sóvárogjon. De milyen volt az az egy hét, amikor BMX-ed volt? BMX banditák? Nicole Kidman? Nem, ez zseniális volt. Hát és tudtad, hogy soha nem lesz BMX-ed. Tudtad, hogy nem tudod megkapni. Én hosszú évekig böjtöltem egy favorit kerékpárra, de tényleg nagyon sokáig, és amikor az édesapám megvette, akkor egyszerűen kész voltam tőle, első itten fel se tudtam. Igen, hogy nem ám ráülni. Ha igen, nem ám ráülni, vigyázni ám rá, mert ha lekopik róla bárról a festék, akkor még a lábarat is eltöröm. De ne, olyan szinten favorit fetisista lettem, hogy mind a mai napig egyébként a különböző internetes portálokon, most próbálom Monit rábeszélni egy női favoritra. Már ő már nem akarja annyira, mert neki nem jelentett ez semmi. Igen, és közben a Benni letette a futóbicikliét, és természetes volt, hogy az ember, ha megtelti, akkor húsvétra kap már egy kétkerekűt, és nem lesz az, majd kap egy nagyobbat, de nem hagyod hónapokig várni arra, nem, de közben meg nem biztos, hogy a személyiség fejlődésének rosszat tenne. Ezek az ajándékok azért jó, mert az veled együtt tudja majd használni, tudtok ringázni. Most ugye, amiről a Tibi nagyszerű híre volt, hogy kell-e limuzin, az nem kell. Nyilván, az ajándékokat ezeket meg lehet tölteni. Ezeket a születésnap, így van, a születésnapi partikat sértem, hogy 3 évesen 20 barát, meg nagy torta, meg teljesen fölösleges. Két-három tündér. Két-három tündér, 6 bohóc, pezsgő, pincén, minek? Tehát, hogy nem bensőségesebb
az, hogy majd 6 évesen csinálsz neki, vagy 5 évesen. De ez a 2 éves a gyerek, jöjjön át minden gyerek, tudod, és nagy szülinapi parti. Nem biztos, hogy ezek a jó megoldások. De, nem, megint szembe kell, hogy menjek veled, Balázs, ne haragudj, mert tényleg nem szeretek neked ellent mondani. De ott van például ez a nagyon jóra való dolgos Paris Hilton. Na, hát ő, ugye? Hát micsoda teljesítmény, micsoda, ugye, ott, micsoda karrier. Ugye? Tehát azért, hogy őt például nem úgy látom, hogy elrontotta volna a pénz, nem? Gyerekek, de legyünk őszintik, a Hilton láncnak az örököse vagy. Beleszületsz a milliárdokba. Hogy legyen? Játszátok el, hogy szegények vagytok? Hogy legyen normális érték? Igen, közben megjelent a... Hogy legyen normális értékítéleted? Érted? Hogy? Tehát, hogy legyen... az, hogy te mondjuk a Hilton láncnak a tulajdonosa, nem tudsz belenőni normális értékítélettel, ha milliárdosak az őseid. Ha egy Hilton és, vagy, akkor hol szálltok meg? És bármelyik városban megy, és azt mondod, ki ez a szálloda? Az apádé, maradj normális. Hát nyilván nem tudsz. Hát de akkor hát azt nyilván csinálni, nem hogy tudsz, a Marika panzióba viszed a gyereket egyfolytában, tehát hogy mégsem oda viszed, ahol van. Igen. Meg álltok, van ilyen konkrétan ilyen galéria ezen a legnépszerűbb ilyen fotómegosztó oldalon, ahol a gazdag gyerekek pakolásszák föl folyamatosan, hogy a magánrepülőn valamilyen megfizetetlen pezsgővel, meg a Ferrari-val hogyan mennek, és hogy ezeket a luxus dolgokat folyamatosan posztolják, és ezzel licitálnak egymásra gazdagék. Hát volt ez a show is annak idén, ez a tévében ment egy reality, volt a 16. születésnapjára, és rengeteg az családon végigmentek, hogy a 16. születésnapjára mit kapcsolat. Ugye? Igen, ez a születésnapom, ez a fiatal vagyok, nem tudom, milliómos, milyen születésnapok vannak. És akkor annyi volt, hogy azt nem hiszed el. Beteg. Hogy a Justin Timberlake lépett fel a nappaliba, kapott egy arany Bentley-t, meg hozzá egy gyémánt karórát, meg 3 darab gyémánt pónit. És akkor sírt, hogy ő 4-re gondolt. Tehát, hogy ezek mentek. Én mindenesetre azt mondom, hogy ha annak idején megkérdeztél volna, hogy jó-e, nem tudom, garzonba fölnőni, ott kergetőzni a csótányokkal, és tán a, nem tudom, én biztos azt mondtam volna, hogy többet kérek, de ugyanakkor meg valószínűleg nem ugyanezek az emberek lettünk volna, mert nagy kár lenne, mert egy nagy kincs vagyok azért. És ennek mindig rossz a vége. Gábor is annak idején mennyi kapta ezeket a zsíros nívelkrémeket, azt mi lett belőle? Metroszexuális. Félve kérdezem meg, hogy ezért a rengeteg jó ér, és ezért az egyébként komoly húsbavágó témái. Az utóbbi hónapok legjobb témája. A taps és a... Nem volt 3 hétig? Komolyan, ez egy jó téma. Nem akarom ellopni, hogy Laci küldte el tegnap este. Hidd el, tudom, mert nekünk be volt írva az adásmenetre. Már ilyen lesz, meg akarom. Így van. És itt van előttem a szöveg. Figyelj, ők nagyon-nagyon-nagyon mennek. Nagyon mennek. A grófok a legnagyobb királyok. Ahogy éneklik is egyébként. A beül a Jolly az A8-asba, tudod mennyi letöltésnél tart? Igen. Egyébként? Nem, nincs. De ez nincs 10 millió, 1 millió. Noroxa állja tűnt. Micsoda? Noroxa. Így van. Noroxa állj. Aha. Azt nem, 10 milliós letöltésnél vannak. Várj, jó, mert ő Jolly és a kis grófó. Aha. Tehát egy Jolly... Sok különböző vasat tartanak a tűzbe, sok formációval. Tehát ők vannak a kis grófóik, és van Jolly és a kis grófó. Tehát ők összeálltak már Jollyval? És vagy Jolly a kis és grófóik? A románcok. Gyerekek, lecserélem a prügyidót. Ha valaki nem tudná, láttuk egy bejátszást, és kiderült, hogy nekik ugye 10 milliós letöltésük van, és baromi nagy sztárok, vagy hát őket imádja bár egy ország, és meghallgattuk a dalt itt a szünetben, és ezt akartuk most bemutatni, hogy ez egyébként nem egy rossz dal. Az a baj, nem egy rossz dal. Nekem egyébként, hát ugye szinkronizálva vannak már a dolgok így a neten, és én egyszer rákerestem, és állandóan dobálja föl nekem egymás után a videókat. Tehát egyszer rákerestem, és mindig, amikor ugye be van a Gmail-re kapcsolva, és úgy megyek föl a videó megosztó portál, akkor mindig feldob nekem. Hogy te szereted, ezt hát azért ezt adja. Ezt mindig ott van mindig beszorulva egy machine head, meg egy, hogy hívják, egy Slipknot közé kis grófó. És az a Gmailnek nem gyanús? Hogy érted, hogy Slipknot? Vannak ott más dolgok is, amit gyanúsak lehetnénk. Várjál, most találtam, hogy jön Ádám a 7-es BMW-vel. Na ez jó. Tényleg? Igen, Dögös Robi, jön Ádám a 7-es BMW-vel. Hát most akkor már... Nézzünk már bele, vagyis hallgassunk. Ő egy másik család, egy másik együtt, tehát nem ugyanez? Tehát Dögös Robi akkor nem mozog együtt kis grófóval? Tehát ez egy más kaszt? Nem tudom. Lehet egyébként. Tehát ők egy teljesen más banda. Figyelj, jöjjön, keresél már rá, hogy vitolja, hogy Jani túladott a Honda Jazz-én. vagy valami, vagy... Jó. Dögös Robi jön az Ádám a 7-es BMW-vel. Nincs benne semmi olyan, ami rongyos, ezt csak egy hallgató küldte, hogy ismerjük-e, nehogy valami olyanba fussunk bele.
Nézzétek meg, Dögös Robi, van két lovam című szám. Jössz fel a címét, Dögös Robi, van két. Dögös Robi, van két lova. Várjuk, előtte belehallgatunk a Dögös Robi, Ádám megjött a 7-es BMW-vel. Jön Ádám a 7-es BMW-vel, figyeld. Van két lova. Most már kíváncsi vagyok, hol tart a popkultúra. Na figyeld. Dögös Robi. Számolt a Dögös Robi küldeni Kaposváról. Az Ádám testvérének és a Faja testvérének erőm lelkességgel. Jaj, rettegek, hogy valami olyan lesz benne, amire ráfutunk. Jó ez, rettegek, nyomjad. Hogy valami olyanra futunk rá, amire nem szabad ráfutni. De jön az Ádám. Hát ez ne jöjjön. Ne, viszem el. Megáll valaki, az SL Mercivel. Tehát megáll valaki egy SL Mercivel. Jön az Ádám a 7-es BMW-vel, megáll Faja az SL Mercivel. Nagyon jó. Figyelj. Jön a testvér, vagy micsoda az SL Mercivel. Nagyon jó. Ez mi ez? Valami ilyen német autós találkozó? Gyerekek, le vagyunk maradva. Az nagyon a durva, hogy ezt már úgy nézzük, hogy mi már ezt kevésbé értjük. De elképesztő. Várj, megvan a sztori, tehát valakik elindultak az M7-esen, és jönnek Budapest felé, és 250 a végsebesség, tehát a család elindult Budapest felé. Jönnek hozzánk, ugye? Aha, jön Dögös Robi, jön az Ádám a 7-es BMW-vel 250-en a 7-es, az M7-esen. Ugye? Tehát ez a történet. Jó, kicsit visszatérünk. A sari. Így vannak már Pasarétet? Eljöttek Pasarétre? Atya, mi dolguk van a második kerületben? Eljöttek Pasarétre, jó? Várja. Nem értem. Nem, ez nem. Aha, igen. De a Pasarét az fix. Most kezdhetnek aggódni, hogy van egy eladott telek a szomszéd. Nem lehet érteni, mert nagyon kemény. De ezek nagyon mennek? Igen. Ezek ezek a szöveg. Elkezdtem egyet egyébként, lehet, hogy rá is ismertek. Már két sor megvan belőle, de még dolgozom rajta. Alfa pörög új kígyóson, eszébe sincs, hogy lassítson. Jó, jó. Alfa itt tartok. Eszébe sincs, hogy lassítson, csuhajja. Az a durva, hogy ezekre a zenékre egyébként nagyon durvá lehet mulatni. Igen. Meghalasz egy ilyen zenét, nem? Kicsit részeg vagy, és hát én nem mernék nem mulatni az ő társaságunkban. egyrészt halott vagy, ha nem mulatsz velük. De hogy az ilyen típusú zenékre, tehát iszonyatos hangulata van. Iszonyatos, ha is szó hozzá valamit. Itt komolyan, tehát ebben... Ne nincs kedvem. Micsoda? Jó, van két lovam? Hát nem. Nem tudod. Most már nem hagyom ki. Van két lovam. Szintén tőlük? Mind a kettő deres. Ez grófó? Van két lovam, grófó? Aha. Na várjál. Grófó, van két lovam. No. Van két lovam, mind a kettő deres. Akkor visszatértünk a grófóékhoz? Uh-huh. Aha. És mi a szöveg? Van két lovam, mind kettő. Nem. Azt nem tudom. Lovam. Azt nem tudom, de egy Ferrari előtt áll, van két lovam. Tehát, ja, aha. Ja, vagy úgy. Ja, most már értem. Mire gondoltál, hogy egy fríz lova, meg egy arab alapteli vér, vagy egy izé? De a deres is benne van? Hát egyébként a szövegben? Ennyire meghallgatjuk. Van két lovam. Most visszatértünk grófolyékod. Jó. Nem mondta, hogy erre nagyon lehet mulatni egyébként. De most ő a grófó? Aha. Na most akkor újra, igen. Van két lovam, mind a kettő deres, mind a kettő Kaposvárra keres, Kaposvárra meg a vidék. Ez nem ugyanaz, gyerekek, ne. Mint elő. Nem, de ő idősebb grófó. Ja, ő idősebb grófó. Imádom, én imádom őket. Figyelj. Én a vagyonomra, vagyonomra, meg a
mozog, mint a Tibi. A Tibi fénykorába. Igen, de ez nagyon jó. Hát gyerekek, itt konkrétan egy történet van fönn, tehát elmegyek mulatni, Dalilei, Kisgrófó, hát itt minden van. Nálam mondjuk a Dögös Robi jön az Ádám a 7-es BMW-be, bőven, az messze. De, nekem ez is tetszik egyébként, itt egy pici visszafogottságot érzek, tehát én ott tudtam volna még mondjuk turbozni, hogy van két lovam, de nem deres, két Ferrari, metal veres. Tetszik, metal veres. Lemánó le egy Jolly plus Grófó másik közös. Várjál, akkor ők összeálltak? Tehát van egy, akkor ez valamilyen román előadó. Van egy Kisgrófó, meg van egy Lemánó, és ők összeálltak, két család, és az Ádám jön a 7-es BMW-vel, és a Kisgrófóék csináltak egy közös dalt? Az lehet? Nem akarsz el egy picit nagyobb időt szentelni, hogy felgöngyölít a szállat? Egy hosszú hétvégét én bedobni. Figyelj, én megjelzem a programigazgatókat. Az egész családfát. Ne, tematikus hétvégéket csináljunk egy ilyen tematikus hétvégét. Dögös Robinak van olyan száma is, hogy kaszinó. Dögös Robi kaszinó? Igen, az is nagyon jó. Egyébként idősebb Grófónak a klipjében a kaszinó, mint motivum fel is tűnt ott a Blue Boxban, hogyha meglát. Hogyha láttátok, egy kicsit valaki belenagyított egy rulett kerékbe. Dögös Robi kaszinó. Na most ki a Dögös Robi? Ő az, aki a 7-es BMW-be? Ő írta a 7-es BMW-t? Így van. A Dögös Robi az a Slang Petinek a haver. Dögös Robi, csak mondom, hogy 1,5 milliós letöltésben. Akkor a következő számot szeretném küldeni. Speciálba. A Pozsonyi Ferikének és a Drága Terhesztén feleségét. A Pozsonyi Ferikének és a Drága Terhesztén feleségét. Speciálba. Speciálba. A nap dumája. Speciálba. Azonnal újra. Na, akkor gyere, jó, tessék, figyelj. Jó. Akkor a következő számot szeretném küldeni. Speciálba. A Pozsonyi Ferikének és a Drága Terhesztén feleségének. Fogadjátok sok köszönetet. Hallom. Hey Feri, elmegyek én egy dobovára, de kaszinózni. Útközben meg be is álltam te sugázni. Elnyerték a lóvémat ezek a cigányok. Zseni. Azzal mulatnak éjjel a palakocsmába. Áj, mondta a Mártika, hogy tud ilyen, de rossz lenni. Az életedet a 14-esre kellett feltenni. Háj, megmondtam már jól előre. Háj, kaszinó lesz, se jenek a vége. Háj, Feri, nem hallgattál. Feri, és Kati a feleség? Feleségedre. Egy nagyon hangulata van, nagyon jó. Főleg a lassú résznek. Ez már innen kicsit kommerz. Kicsit bepörögtek, nem? Aha, most valami igen, valami elkezdett hatni. Na jó, hát ez Dögös Robi és a kaszinó. Hát gyerekek, ilyen gyöngyszemek vannak? Hát komolyan. Hát ez... Írjál már egyet, Jani, egy szöveget. Annyira akarnék nekik csak hoz valami alapot. Dögös Robi. Nagyon jó. Sokáig. Ott hagyom a szobakonyhát, ha eladom a disznókondát. Neked ez nagyon menet. Figyelj, ebből bármit. Nekem ez nagyon tetszik. Nagyon tetszik. Figyelj, Dögös Robi. Figyelj, na, az a durva, hogy a Dögös Robinak van egy Sukár Sej című dalai. Sukár Sej? Nem mondjad már. Dögös. Sukár Sej? Igen. De van a Balogh triónak és a Jocinak és a Sukár Sejnek egy official music videója. Na, gyerünk, most már ne állj meg. De ez naturál-e vagy speciálba? Dögös Robi, mindig összetévezem. A Dögös Robi volt a 7-es BMW-be. Igen, ő a 7-es. Szégyen magad. A Dögös Robi írta meg, hogy az Ádám megjön a 7-es BMW-be. Igen, van, ez meg az SLMR Joe. Az SLMR Joe. De van egy korai száma és a Tuning Lada. Évlám sukársé, sukársé, et palana pirni, palana pirni, agnulite, agnulite, voj kele, voj kele. Jó, ezt nem annyira értjük. Nem. Sukárség. Ez nem, ez kevésbé. Na jól van, hát ez egy élmény volt.
Hát zárkóztunk szerintem. Most egy picit, nem? Figyelj, szövegileg is. Egy olyan világba pillantottunk, mert mi se ismerjük, de 10 milliós letöltés van, akkor már ez egy generáció ismeri őket, csak mi már öregek vagyunk, és kicsit leestünk a lóról. De most visszazárt, most már erősen visszazárkóztunk. Viszont elindítottál valamit, mert többen követelik a mulatos órát. Jó, csinálunk egyszerre. Figyelj, a retrónap után megcsináljuk a mulatos órát. Hát de most egyébként most azt gondoljátok, hogy viccelünk, pedig nem viccelünk, és én szerintem nagyon erős tartozásunk van így az emberek felé, mert neked meg kell írnod a roveres dalt felé, meg az alfásat, meg nem, te írod a szerelmésed. Megvan, mit csinálunk, tehát akkor csinálunk egy mulatos dalt, Tibivel megíratjuk a zenét, megírod a szöveget, és fölénekeljük. Volt már egy ilyen próbálkozásunk, csináljuk meg a mulatos lett. És milyen nagy sikere volt. Csináljunk egy ilyen mulatos dalt. Na, megírod, jó, lehet, nekem már kattog rajta az, már komolyan mondom. Sor, még ráírsz, hármat írsz egy refrént, meg vagyunk. Tibi megcsinálja a zenéjét. Mi meg föltoljuk. Így van. Na, tehát csak a sztereotípiák. Alfa, féldisznó, pálinka. Na, sok arany, nagy autó, nagy jeep, eselmerci. Eselmerci, sok arany. Nagy medence, sok arany. Neked meg hát te meg a szerencsétlen sok jobb. Nem, meg nálam, meg nyilván ez a valahogy majd be, hogy itt tudom én, hogy félti mindig a favoritját, ha a kocsma előtt megburítják. Vagy valami. Tehát lehet ebbe, így szerintem egyébként van. Megírod? Hát van ebbe tuning. Figyelj, megbeszéljük a Tibivel. Jó, csak jönnek még közben az ötletek. Dombóvári Lali. Dombóvári Roli és Dombóvári Rio. Dombóvári Lali. Nekik van közük a Pistához? Tessék? Na jó, megnézegetjük ezeket. Jó, a 8:30 közön elment az idő, jó, úgyhogy lehet jelentkezni hármas ugrásra, egész nyugodtan valaki szeretne velünk játszani. Akkor írjon SMS, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan 3 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát gyerekek, gyöngyszemek vannak az interneten, tehát ez egy ilyen mulatos egy óra, amivel lassan kezdünk átmenni. Sírunk, tényleg, tehát a hírek alatt olyan dolgokat küldtek nekünk, ami hallgatóink, hogy miben érdemes még belehallgatni, hogy egyszerűen generációkkal vagyunk lemaradva. Tehát ezt nem is ismertük én nagyon. Én alig várom már ennek a megszólásnak a végét, hogy meghallgathassam a Muszáj gyúrni című szába. Dögös Robitól. Dögös Robi. Szenzációs dolgok vannak, komolyan van. Tehát egyszer tényleg csinálunk egy mulatos napot. Egyébként tökre kellene. Csak ilyeneket adunk majd. Csak ilyeneket. Tehát a retro nap után megcsináljuk a mulatos napot, csak ilyeneket. Tehát szeretném nektek megmutatni, Elmiki bulizik. Nem bírom kijönni. Mindjárt játszunk egy hármasok, de ez muszáj. Merjo, természetesen. Azt mondja, régi Elmerci talán, de tulajdonképpen mindegy is. Elmiki bulizik. Megvan? Ismeritek? Persze, ezt hallgatjuk minden reggel és este, Janival. Igen, ahogy indul. Kint van a pult? Kint. Nincs benne? Kint volt a pultom? Kint van, Zsúr, nézünk. Kint van. Aha. Nem annyira. Aha, de a pultom itt van, csak a lyuk nem. Na figyelj. Telefon mutatnak, hogy kicsöng, Elmiki telefonál, fölhívja. Nem azt tesó. Mi lenne, belevágnánk fényes nappal az éjszakába? Fényes nappal, egyszer benne vagyok már. Akkor szedd össze a csapatot és a klubnál talizni. Oké, csumi. Fényes nappal mennek bulizni. Érted? Tehát fényes nappal belevágnunk az éjszakába. Zseniális. Figyeld. Ez még nem is rossz. Nem. Ugye a refrén kifejezetten jó. Yeah, yeah. A szöveget hallgat, nagyon jó. Yeah, yeah. Osztagon! Haverok a srácokkal szórakoztam, mondtam, hogy gyerünk, erre buli van ma. Buli szórakozás, partizán, itt nagyon jó a társaság. Mekkora rímek, mekkora rímek. Itt most ezt nagyon érzi. Figyelj. A rímeket hallgass. Az egész diszkó, dihát minket. Rámenős a bágyú, én mit tegyek? Levakarni most már nem lehet. Hívom és látszod, hogy segítsen. Vérnyomára felment hirtelen. Nem mondta, hogy nem jó. Gyere, gyakorolj rajtam! Igen, Elmiki bulizik. Tehát, próbáld ki, hogy búl, gyere, gyakorolj rajtam. Hát ez valószínűleg a csajnak mondja. Így. Igen, ez a lánynak szólt, gyerekek. Nem, csak a velem nem jött volna ki, nem? Ja, aha. Gyere és gyakorolj rajtam. Óriási duma. Gyerekek, öregszünk. Elmiki bulizik, papam, gyere és gyakorolj velem. Én a diszkóban, fúzulok rá, csak táncolnám.
neked. Jó, meghívom az egyiket egy italra, amiből lett vagy 26. Amiből lett vagy 26, zseniális. Érdek egy pici keserűséget a részére. Igen, sokba került a gálcsék. Sokba volt. Szóval jöhet szórakozás én velem. Hívjál be telefonon testvérem. Elmiki politik, bam, bam. Elmiki politik, bam, bam. Azért nem olyan erős a szövegben. Nekem jobb kedvem lesz ettől. Nekem jobb, Elmiki bulizik, pam, pam. Pam, pam. Hátsó egyenes, bal kéz, jobb kéz. Jó, jó, oké. Akkor amin besírtok. Jó? Ez, de már ez most a csúcs lesz? Tehát ennél nincs tovább? Csóré Béla. Jó? Ezt megkapjátok. Igen. Csóré Béla, csigabiga. Aha. Jó lesz neki. Sejtésem. Szerintem nagyon. Nem lesz jó. De imádni fogod. Tessék. Hangot rá, figyelj. Hogy miből lehet sláger? Ez eddig egész ügyes. Zseniális. Olyan hangulata van, hogy megzenelős. Zseniális. Zseniális, tényleg, figyelj. Azt hiszed, hogy valami nagyon nagy dolog jön, figyelj. Azt hiszem, ismerem a szöveget. Csigabiga gyere még. Zseniális. Na, jaj, jó, hát ez nem lehet. Csőri Béla nevem. És visszatérő motivumként ismétet csizabig a gyereké. De ennek a gyerek mondok rá, van valami mögöttes tartalma, amiről én nem tudok? Tehát, hogy biztos, hogy kell legyen. Amit mi nem értünk? Amit mi nem értünk. Tehát, hogy ez... Na jó van. Jó, nem tudom, hogy mi a mögöttes tartalma. Lehet, az a móka után, tehát a buli utáni rosszul lét a csigabiga. Ugye, hogy gyereké, és a tej meg a vaj, az aztán lenyugtatja a gyomrot. Mondjuk én ugatok, hát a Beatrice is megcsinálta a Katica bogárkát, érted? Igen. Na jó van. Pontosabban ez... az ős bikini, hogyha jól emlékszem. Igen. Vézolik a Balatonnak még utoljára? Nem bírom a bajt. Jó, egy utolsó. Vézolik a Balaton. Vézolik a Balaton. Vézolik, hát látni kéne gyerekek. Tehát látni kéne, egy paróka van rajta. Én inkább 50 csak éves forma, szemüveggel, egy fekete festett paróka van rajta, és hát a videóklip, tehát önmagában a dal és a videóklip együtt adja vissza azt a retro élményt, amit tehát érezned kell. De csak a dal is jó, figyelj. Vézolik a Balaton. Megyünk az M7-esen. 48 ezer letöltés, tehát ez még nem akkora sláger. De majd most. Vézolik a Balaton. De Zolika 60 éves. Zolika. Hát gyerekek, azért Zolika. Ne nevezzük már Zolikának. Zolika. Hát tényleg. Zolika ül egy régi Audi A8-ba. De miért? Rózsafűzér lóg a tükrön. És Zolika egy finom 60-as, és egy fekete, gyönyörűen festett, frissen festett parókával hasít az M7-esen. Tehát így kell elképzelni a videóklipet. Hátul ül valaki, aki nincs megnevezve. Nincs, egy fiatal srác. De nekünk Zolika is elég, hiszen hihetetlen banderasz. Balaton világos felé vezik az irány. Újra a Balatonon. Délután. Hallgass a szöveget, figyelj. Kezemben a lángosom. Lemerül végre a telefonom. Kizárom most minden gondom, bajom. Ha. Csak téged imádlak én. Micsoda kiállás. Imádlak én. Vezető naptűz. Basszus, hogy a Zolika a Csordás Tibi lenne, akkor ez egy Fiesta sláger lehet. Árnyékom egy fűz, igen. Számban a lángos íz. Nem való, ez kimaradt? Kimaradt? Te figyelj! Számban a lángos íz, vízi bicikli, delfines csordás. Nem, ez poén. Tehát ő annak szánta. Nincs ilyen. Nem, tudod mi a durva, hogy ezek az emberek boldogok? Hát, boldogabb, mint te. Bármi nem zárja ki a másikat. Nem azt mondom, de hogy boldogabbak bármelyikünknél, abban egészen biztos vagyok. Egészen biztos vagyok. Te a fűzre a tűz, ez nagyon közhelyes rím lett volna. Na, adjál már ilyen, most ez ilyen bárki tud. Hát de most írd meg a lángos ízre a fűz. Lángos íz. Na, árnyékom egy fűz. Akarom. Figyelj. Perzsel a tűz. Igen, perzsel a tűz, hűsít a víz, figyelj. És ott az íz, de várjál.
újra éljük, azt, amit már százszor. Parton jövve énekeljünk, és jönnek, mennek a lányok, de csak téged imádlak én. Ki az? Aha, nekem ez tetszik. Nekem ez tetszik. És az is tetszik, hogy azt írja, hogy már átélte százszor, tehát ez azt jelenti, hogy évente legalább kétszer nem volt. Igen. És ez nekem szimpatikus, mert én is szeretem a Balaton. Na jó, vézolik a Balaton. Jó van. Oké, köszönjük az SMS-eket, sajnos többet nem tudunk meghallgatni, 10-ig tudnánk, de megyünk így tovább. Van. De Jenőt már kint fogják le a biztonsági őrök, mert be akar jönni. Többen el akarják népíteni az adást, igen. Megjött hozzánk az a Tibi. Speciálba. Speciálba. Kasza melegben van, nekünk megmaradt a hideg. Ő mosolyog, csak bágyul minket, megszétvett az ideg. Ráadásul nővel van, kinek elkülcse laza. Hát rohadjál meg, rohadjál meg, rohadjál meg, kasza. Lakasza, lakasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkor a herpeszel, hogy leszáradjon a... A kasza, kasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkor a herpeszel, hogy leszáradjon a... Kívánunk mindenked olyan bajt, miből nincs kiút. Hogy lány helyett így magad évá egy nagy belű fiút. És minden nőtön díszelegjen Ádám csutkák haza. Hát rohadjál meg, rohadjál meg, rohadjál meg, kasza. A kasza, a kasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkor a herpeszel, hogy leszáradjon a... A kasza, a kasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkor a herpeszel, hogy leszáradjon a... Tajföl! Tibi! 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 Kakasza Tibi, kakasza Tibi. Speciálba. Miért a szádban nincs ott a lángos íz, vagy most miért vagy befeszülve? Nagyon jó. Hogy az árnyékod nem fűz, és szádban nincs ott a lángos íz, vagy mi van? Figyelj, többször megnéztem. Egyébként, ha akarsz tudni valamit a műfajról, kérdezzél, ugyanis annak idején én írtam mulatós lemezt, 50 ezeri három nap alatt. Tényleg? Egész pontosan el tudom mondani, mert utána néztem most a szünetbe, az Orvosházi Hangulat Együttes egyik lemezét, egy pontosan a kazettáját. Hoppá. Az Orvosházi Hangulat Együttes három nap alatt kellett összerakni, gyakorlatilag én 72 órával a master leadás előtt értesültem a felkérésről. Óriási lapátolás, tehát gyakorlatilag minden dalnak az alapja ugyanaz, és a vége is. Tehát gyakorlatilag... De Artis Jusszán saját nével vannak lejjelentve a szöveg? Figyelj, tehát mondjuk egy 5 perces dalt meg lehet írni egy ilyen 4-4-30 alatt. Tehát hogy gyakorlatilag ahogy megy végig a dal játszott, tehát itt nincsen... Itt a szöveg a kicsit nehezebb, a dallam az igen, sok igen, hát a Csigabigás dalnál hallottuk, a tehát a rohadt nehéz volt. Csigabiga mekkora? Hát ez, hát igen. De a műfaj, csak hogy hozzátartozik a mulatos műfajhoz, hogy lementünk valami tanyára, ott kitelepültünk egy stúdióval, ott játszottuk föl matarészegen a dolgokat, és mindig az játszott a hangszeres szólókat, aki legkevésbé volt beállva. Halál komolyan, tehát figyelj meg, nyomni kéne egy ilyen szinti klarinét szólót, ki játsza föl, nem tudom, Tibi megpróbálod, akkor én is nyomogattam ott, amit nem tudtam illetve. Zoli is megpróbálja, és mindenki, tehát mindenki egy ilyen kísérletet, ki van kevésbé rohadtul benyomva, és akkor az játszotta föl a szólókat, de abban az időben embertelen jó pénz volt, és még arra emlékszem, hogy az énekes, aki nem volt egy túl nagy ilyen Pavarotti, az egész felvétel alatt több vízhangért imánkodott. Miért tegyetek már még rá több vízhangot? Legyen vízhang? Még több vízhangot még tegyetek már rá. Az, arra biztos... Ezt ismerte, tudod, ezt tudta, legyen vízhang. De miért nem lehetne egy kis több vízhangot tenni még? Egy kis vízhangot? Kis vízhangot. De a lényeg az, hogy jó lóvé, és egyébként hatalmas hangulat volt, tehát hogy a dologgal abszolút megérte foglalkozni, de hogyha már a hangulatnál tartunk... Igen, bocsás, meg csak közben rákerestem a neten, és azt látom, hogy esetleg ebből lehet valami olyan csúnya plágió, mert Kecskeméten is van hangulat zenekar. Na, tényleg, beletenyereltem. Na, de ugye, ha már a hangulatnál tartunk, foci bévét nézitek? Nem. Nem követgetitek? Hát most lesz hétvégén egy jó meccs, azt kiszúrtam. Nadal? Egy okó játszik. Nem, azt hiszem vasárnap lesz a Holland-Mexikó, most lehet, hogy valami orbitális, de az már egy jó meccs, és az már ráadásul egyenes kiesés, azt hiszem, na az jónak ígérkezik. Tehát innen fogom, még én Kosztarikának drukkolok. Kaptam egy üzenetet közben a hangulat együttes ügyében, hogy csak óvatosan vigyázzak, ezek még léteznek. Nehogy valakire rálépjünk. Nézegetem én is most a VB-t, én most van az első VB, amikor egy picit így ráhangolódtam, és most így tudom így élvezni, és a párom nagyon helyes, beül mellém, ilyen nagyon szolidál, így odafekszik, odabújik, így nézegeti velem, borzasztóan unja, és abszolút nem érdekli. Na mondj egy meccset, amit láttál. Egyszer volt, amikor a sárgák voltak a kékek ellen. Te mennyire nézed a foci bévét, ez nagyon reális. Tényleg nézem, mondj egy eredmény, mondj egy meccset, mit láttál, tessék? Volt már döntetlen, 1-0-2-1, volt egy 5-2. Na figyelj, de mondom, hogy kigyűjtöttem azokat a dolgokat egyébként, hogy a nők mivel próbálnak kicsit kizökkenteni a foci nézésből, ugye
állítólag a nők az őrületbe kergetik a palikat azzal, hogy teljesen speciálisan közelítenek a futball VB-hez, és speciális dolgokat kérdeznek. Ebből van egy ilyen toplista, hogy miket próbálnak kommunikálni meccs nézés közben a nők. Az első és az abszolút kedvenc, ez a... Most mit idegeskedsz kicsim, ez csak játék? Ezt ugye? Mondják a nők? Igen, miért idegeskedsz kicsim, ez csak játék? Utána nyilván utána jön egy szakmai, szintén női jellegű kérdés. Ronaldo tényleg megházasodott? Igen. Gondolom, itt egy szőke barátnő kérdezi, kicsim, összesen hány fél idő van? Ez jó. Igen. Ezt az amerikaiak se értik, hogy mi ez a hosszabbítás. De ezért utálják a focit, mert nem értik. Komolyan? Persze. Hát ott, ha valamit lefújnak, ott vége. Nem értik, hogy valaminek vége a játékidő, és még megy 3 percig. Ezért utálják. Következő kérdés. Kicsim, ez miért cseréltek kaput? Hát, hogy már nagyon okosnak kell lenni, hogy valaki ezt megkérdezi. De miért egyébként, miért, amúgy a nagyon sok értelme nincs, ha belegondolsz, tehát pont le lehetne így játszani, de jó, mindegy. De hogy egy nő hogyan közelít a focihoz? Figyelj, következő, milyen magasra tudja felrúgni a labdát? Tehát, hogy mi érdekli a nőt? Jó. A következő kérdés, ami abszolút női kérdés, kicsim, szeretsz? De ezt EB-k alatt is, meg világkupák alatt is, meg egyébként és vízilabda alatt is, igen, barátságos meccsek alatt is, két meccsek alatt is mindig felteszik. És jogos a kérdés. És szerint az út? Jogos a bizonytalanság. És az utolsó kérdés, ami azt gondolom, hogy szintén sokat elárul, sok van még a végéig. Nem? Igen. Inkább szexeljünk. Nem? Sokan még, igen. Inkább velem foglalkozz. Sok van még a végén. Ez már a 3-as hívszó volt? És ez már a 3-as? Ez volt az? Na, de egyébként nyilván a foci VB kapcsán, de tényleg nézem, mi az most ciki, hogy de én nem annyira tudom, hogy ki kivel van. Azért kérdez, hogy mondj egy meccset. De nem, hát milyen... De most nem tudok így meccset. De mit nézel, ha nem tudod, hogy ki játszik? De én felszínes, én élvezem, érted magát. A színeknek szurkolsz, hogy fullhád és a tévéd is? Ne, én annak szurkolok, hogy nem menjen el a kábel, mert mindig a meccsek alatt megy el, és mindig neten nézem. De figyelj, én nem vagyok specialista a dologban, nem tudom, hogy ki kivel van, nem tudom, hogy ki van becserélve, ki a kezdő, kinek hány válogatottság volt, de magát a meccset élvezem. Tehát laikusként belekavarodok, azt jó szórakozok rajta. De tényleg nézem, én most rá vagyok erre fűzve, és ezzel kapcsolatos egyébként az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na... Egy abszolút foci dolog, és most ebből látni fogják, Mi volt ez? Van. Közben néztem a Csabit, hogy ide bejött, nem értettem, miért, azt hiszem már 10 óra van. Na, figyeljünk. Na, de ebből látni fogjátok, hogy tényleg nézem a meccseket. Találtam valamit, ami baromira idegesít, és tök értelmetlen dolog. Emberünk megy, szerez egy gólt. Ekkor a bíró azt mondja, hogy nem gól, mert les volt. Uh-huh. Ugye? Nem adja meg a gólt. Ekkor mi történik? 10 darab játékos, felnőtt férfiak, oda rohannak a bíró arcába, 10 centiről köpik a nyálat a fejébe, ordítanak vele, ugye? Hogy már pedig ez gól volt, ordítanak vele egy 5-10 percig. Csak próbálj meg megvilágosítani őket. Hát volt-e már olyan a világ történelemben, hogy ilyenkor egy bíró azt mondta, magába nézett, könyv szökött a szemébe, elanyátlanodott, megremegett a térde, és azt mondta, hogy most, hogy végighallgattam az észérveket, nektek maximálisan igazatok van, akkor ez mégiscsak gól. Volt már ilyen valaha a világtörténelem, hogy a 10 darab ordibáló, negyed órán keresztül ordibáló rukkapál játékos visszasírta a lest, és megadták a gólt. Ellenben olyat én már milliószor láttam, amikor ilyenkor egy 3-4 pirosat kiszórnak ugatásért, olyat már láttam. De hogy ezt a gólt már megadták, vagy visszacsinálja a bíró az ítéletet. Tudja mit, Pepe úr. Igaza van. Magának maximálisan igaza van. Kicsit eltúloztam ezt a dolgot, ne. Ugye? Nincs igaza. Ez mégsem volt les. Megadom magának, mert olyan ellentmondás nem tűrő volt az érvelés, amit itt egy perccel vagy egy centiről az arcomban nyomott, hogy ez a gól már pedig megvan akkor. Tehát, nincs ilyen, nem változtatnám.
olyan van most már, hogy visszanézi, hogy videóbíró, vagy nem tudom. Nem, azt már nem változtatja. De nem változtatja meg. Tehát azt mondja, hogy jó, tényleg elkezdenek reklámot, és azt mondja, hogy jó, igazatok van, olyan vehemensek vagy, akkor nem gond. Akkor hagyjuk. 10 ember ordít szöveggel, még egy kicsit rá is mozog szerintem egyszer-egyszer a bíróra, tehát hogy ezt neked nézned kell, hogy ez 5 percig tart, ezek ordítoznak, úgy, hogy még soha a világtörténelemben szerintem mondjuk egy ilyen lesgó a szituációt az életben nem lett visszacsinálva, ellenben már én is láttam, pedig nem vagyok egy nagy focitúrkanunk, hogy két-három ember szépen kiküldenek, azt még a stadionból is kigyalogoltatják. Egyébként ezt mondom laikusként, lélektanilag sem jó, hogy a bíró felülbírálja magát, tehát hogy oké, ez nem történt meg, egyébként sem történt meg, de a bírónak mindig nagyon következetesnek kell tűnnie. Utána esetleg gyakorolat némi önkritikát, majd a meccs után, de közben neki nagyon fontos az, hogy azt mutassa kifelé, hogy ő tudja, hogy mit csinál, és mindig olyan döntést hoz, ami a lehető legjogosabb és a lehető legigazságosabbnak tűnik számára abban a pillanatban. Csak kérdem én, hogy inokhat meg. Nem tudom, hogy hány, nem tudom pontosan, hogy ez a modernkori vagy újkori futball kultúra ez hány éves, nem vagyok ennek semmilyen szinten szakértője, de hogy ennyi idő alatt nem esett le az embereknek, hogy ez egy teljesen fölösleges híriger, és odaállnak tízen. Gyerekek... Valószínűleg a meccs hevében, nem az adrenalintól elborulva próbálsz hangot adni annak, hogy ezt igazságtalannak érzed. Valószínűleg ők is tudják, hogy nyilván megváltozni nem fog. Egyszerűen így jön ki a feszültség, a stressz, az adrenalin. Ezt én tökre értem. Nem, nyilván nem. Csak odamész, ordít, azt érted, tehát, hogy akkor ilyenkor feküdj le, azt öklözzél a földbe, kb. Ugyanannyit érsz el vele, vagy nem? Vagy kiabáld az évig, hogy Istenem, hogy megváltoztatta volna egy utólag a döntését, így visszamerőlegesen, viszont az nem egyszer fordult elő, és nem százszor, meg nem ezerszer, hogy adott esetben a másik oldalnak is ítélt valamit. Aztán, tehát, hogy egy picit kiegyenlítette a dolgokat. Utána viszont visszafúj valamit, igen. Megyen a gyűböltözés, elgondolkodik rajta a spor, és azt mondja, hogy és akkor meg befújok. És az azért jó, mert ilyenkor már a másik csapat is meg akarja verni. Igen, és akkor ez egy oda-vissza egy ebben. Azok meg is befújják, és akkor így lesznek a leggólgazdagabb. Egyébként gondolj bele, milyen hálátlan egyszerre. Nagy nem? Szörny. Tehát valamelyik ország biztos, hogy utál, valamelyik ország játékosai biztos, hogy meg akarnak ölni, úgy nem tudsz lejönni meccsről, hogy téged mindenki szeressen. Tehát hálátlan egy dolog egyébként. Gyakran nem? Kell változtatni a telefonszámodat és az e-mail címedet. Nem jó, ha megvár egy futballrajongó a kapu előtt, vagy a stadion előtt. Nem egy hálás szerep. Hát nem. Kicsim, csöngettek, nézd meg ki az jön, megint a Millwall drukkerek, most 400-an vannak, és már rég a kocsi. Igen, és fákja van a kezükben. Nem egy hálásszerep. Ez a reménytelen szövegelés, ami legjobb esetben egy piros lapot ér a játékosnak, az semmiképpen nem, ez jogosan böki a csőrömet. Olyan szinten nem idegesít ez engem, hogy ez tehát erre nem tudom. De nem az a kérdés, hogy téged idegesít-e? Számomra, hogy jogosan böki a csőrömet. Jogos a csőrömet. Számomra ez a játék része. Egy kis reklamálás, a bíró meglincselése, odarohanás. Volt már olyan, hogy erre az ugatásra megadtad volt? Az, akkor... De várjál, én mindig úgy bírálok, hogy valóban böki, tehát nem amit te felvetsz az igaz-e, hanem hogy valóban böki a mi csőrünket. Mm-hmm. Tehát az elbírálás nem a felvetésed alapján van, hanem az alapján, hogy valóban kivált-e, hogy meghaladja az igaz szövünket. Figyelj, én csak a te irántad érzett tiszteletem és szeretetem miatt mondom azt, hogy óriási luftot rúgtál ezzel a témával. Na, ennyi. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörbökés. Ma egy kicsit korábban elmehetsz. Holnap már nem kell jönnöd. Esélytelen, hogy erre egy kettest adjak. Tehát ugye ez egy esély. A világ legértelmetlenebb dolga. 10 felnőtt férfi ugat tök reménytelenül, hát ha kiállítják. Jó, figyelj, ti tudjátok, érted, lelketek rajta, hibás ítélet, nem tudtam meg. Hibás ítélet, de azért elmegyek fölötte, mert a következő témában úgy érzem, hogy úgyis velem fogtok tartani, az empátia, a segítségnyújtás, az őszinte baráti szeretet most ki fog ülni rajtam. Nem tudom, melyik jellemző ránk, ebből egyikből sem ismertem magunkat. Ez olyan, mint hogy legyünk barátai, nem emlékszem. Figyelj, észrevettem magamon egy olyan ráncot, aminek nem kéne ott lennie. Hogy álltok ráncosodással, ráncos a csapat? Hol? Ez már a téma, vagy kicsit ezt azért mondod, mert esetleg nincs témád, és azért vetted be ezt a ráncosodást? De van! És igen, ez már a témám. Hogy mennyire vagytok ráncos típusok egyébként? Hol? Ki a legráncosabb csapat? A herém olyan, mint egy mazsola, de hogy ez... Nálam ez hőmérsékletfüggő. Kérlek a kőzből, akkor viszont egészen kivasalt tudok lenni. Nálam ez természetesen vagy hőmérsékletfüggő, hogyha nagyon hideg van, akkor úgy néz ki, mint egy kesúdió, hogyha pedig kicsit melegebb, akkor mint egy dohányos zacskó. Tehát de is ki vagyok rá, hogy ebben az irányba vittelek el benneteket. Egy fiatal sárpej, amikor hiányzik a kutya. Igen, csak egy sárpej bőr.
észrevettem magamban egy ráncot, aminek nem kéne ott lennie. Tehát nem ez a rendes ilyen vízszintes, ami a ilyen mimikai ránc. Hát ezek gondolkodó ráncok nem lehetnek. Veszem én. Csodálkozó ráncok, annál inkább. Rácsodálkozott a világra. Igen. A kiuttalanság. Nézd ma. Nem, van két olyan ráncom, amit konkrétan elfekszek. Tehát ami nem napközben, meg nem a gondolkodástól, vagy a kiuttalanságtól van rajtam, hanem konkrétan észrevettem, hogy elalszom. Nézd meg, itt meggyűröm neked, látni fogod. Igen. Így alszom, belefúrom a fejemet a párnába, és nézd, megjön, és itt megjön egy ránc. Ott megjön egy, meg a másik oldal. Meg a másik oldal, és benne is marad. És úgy nézek ki, mint Ned Starka izéből a Trónok harcában. Annak van két, most komolyan mindenkinek látom, akinek ilyen srég ráncai vannak, vagy ilyen függőleges ráncai. Most látom a filmekben, hogy az összes ilyen nagyon, akit tudod, nagyon megrágott, akit nagyon megrágott az élet, annak vannak ilyen ráncai. Tom Pent mindig kinyírják a film felé. és reggel már az belédégve. Tehát úgy ébredsz, hogy beléd éged? Hát és figyelj, én nem múlik el egy ideig, tudom. Milyen ideig? Most is figyelj, ez állandósult, és elkezdtem rohadtul szorongani, hogy én vállalom, én megöregszek, én mindent vállalok, de ez a ránc nem lehet ott, érted? Tehát, hogy most elkapott az, hogy tehát napközben én, aki soha nem kentem magamra semmilyen krémet, figyelj, van nappali, déli krémem, esti krémem, ötféle arc, de mostom négyféle tonikom, kókuszvajam, nem tudom, tehát figyelj, én annyi krémet kenek a fejemre, hogy... a kókuszvajjal, és hogyha hűvös van, akkor így bele is áll, kiegyenlíti. De nem az, ez egyenletesen barmolti. Hogyha tudod, hogy a párom mondjuk megsimogatja a fejemet, akkor fölhabzik, annyi krém van. Annyi krém van. És van kis arclemosó tonikod? Mindenem van. Tehát kis olyan... női kerekvattát, meg minden? Tehát figyelj, nekem mindenem van, annyi krémet kenek a fejembe konkrétan, hogy ilyenkor fölpuffad, mint egy ilyen rossz ilyen popcorn, érted, amikor így rendesen bekrémezem magamat. A teljes pánik, és utána néztem annak, hogy milyen megoldások vannak erre, és egy picit gyertek, segítsetek, hogy merre mozduljak. Szerintem botox. De ez nem botox, mert nem én ráncolom. Tehát ez nem én csinálom, hanem a párna gyűri el, ahogy alszok. Tehát az első megoldás az lenne, hogy Janit, a mester, tanítson meg háton aludni. Ugye, mert ez lenne az első, hogy le tudnék feküdni kinyújtott kézzel a testem mellett. A Jani a háton alvás nagymestere, keresztbetett kézzel, halotti pózban. Hogy csináljam? Hát figyelj, egy nagyon jót tudnék mondani, a Brazil című filmben volt egy olyan jelenet, amikor a főhősnek az édesanyjának húzták szét az arcát két oldalra, és felcsipeszelték neki, mert hogy picit már fittyett. Hogy ilyen bőrfeszesítés? Aha, igen. De te hogy készülsz rá egy ilyen hátonalvásra? Tehát te soha nem jön egy olyan... Elálmosodok, ez az első. Te szemét, de nem az... Én értem, de soha nem jön az benne, hogy jó ízűt jobbra fordulsz, vagy balra fordulsz, hanem te végigalszol háton egy éjszakát. Igen, ha rá tudod nevelni magad, minden embernek van szerintem egy olyan kedvenc pozíciója, amit már nagyon megszokott. Nekem ez a jobb oldalamon alvás volt nagyon sokáig, és volt egy ilyen váll problémám, és emiatt átszoktattam magam a balra. Nagyon nehéz volt, de most már a balon fekszik, és tökre imádom. Tehát teljesen rendben van. Nem hátonalszol. De hátonalvós időszakom is volt. Ja, de főleg a seregben. Ja, de most nem ez a keresztbetett kéz, tehát ez most ima pózban ez már nincs akkor, most már oldaladon alszol. Nem, a keresztbetett kéz ez továbbra is megvan, úgy nézek ki, mint akinek felborultak a kóporsóval. Hátulról így a másik oldalán ramatalazokban. A kis jégerajszokban a kis pizsomádban? Nagyon jó. Tehát a keresztbetett kéz ez továbbra is megvan. De a bal oldalon nem jó aludni, nyomod a szíved. Akkor visszaszokok. Ezt mondják. Ez hülyeség. Ezt mondják, miért nyomhatja? De miért nyomnád a szívedet? Mert hát kicsit balra van. A szívem balra. A szívem meg az ágy között még van néhány borda, meg némi mellizom. Persze, nem nyomod. Figyeljetek, egy ilyen, mi ez ilyen hialuronsavas feltöltés, elmenjek egy ilyen feltöltésre? Menjen el. Ott mit csinálnak? Belenyomnak valami ízét ott az arcomba? Nem, levesznek. Te szemét. Nem az van, hogy így felsikálják az arcodat, és akkor... Amihez igazán van alapanyagod, az a saját zsírral való. Igen. Én is mehetek vele. Van? Tényleg van? Leszedik a zsírt, és saját zsírt tesznek vissza, és ez azért jó, mert nincs benned idegen anyag. De hülyet, akkor tudod, mekkora homlokom lesz, hogy ezt leszednek mondjuk... Viszont milyen kicsi lesz a hasad? De az meg a kicsi has, és ilyen rohadt nagy püffet homlok, megyek egy rohadt nagy püffet homlok, rohadt nagy áll, és tudod, mint egy ilyen félhold olyan lesz. Hogy akkora homlokod lesz, sose fog leégni az arcot. Tehát ez nem baj, egyébként nem kell. Egyfajta árnyékvető homlok. Jó, ez eddig jónak tűnik. De beszélek a Szaniroléval, hogyha kell donor. Ez a hialuronsavas feltöltés, erre ne pöffenjek el? Nem tudom, hogy ez micsoda pontosan. Állítólag így benyomnak valamit, és az még ott a cserkentőt, a regenerálódását, ott a hámsejteknek, az meg a nem tudom. Egyébként ez működik, csak nem tudom, hogy a homloknál, mert mondjuk így azt tudom, hogy például a térdizületre nagyon jó.
Ti semmire nem vagytok ráfeszülve egyébként, ami, tehát hogy nyilván azért ti is észrevesztek magatokon egy olyan vonalat, valamit, ami nem volt ott, és ami már minden nap idegesít. Tehát engem ez a ránc, hogy benézek a tükörbe, és rohadtul idegesít. Tehát nem érdekel, hogy öregszem, nem érdekel a szem alatti semmi, ez a hosszant, vagy ez a függőleges. Én a nejemre vagyok ráfeszülve, de most már nem a hamar elhernyed. Semmi nincs, ami egy pici, amit így megláttok, és azt mondta, hogy ó, ez nem volt. Szerintem ez fejben dől el, tehát minél jobban ráfeszülsz, annál jobban elkezdesz ráncosodni. Sőt, azt mondják, hogy ha elkezdesz egyszer krémet használni, az már a vége. Tehát onnantól kezdve folyamatos használat, és ugye a bőröd megszokja, kitágulnak a sejtek, tehát ha egyszer elkezdesz ilyen éjszakai, meg ránckrém, meg szemránckrém, akkor vége. Kicsit abba hagyod, és elszárad az arcod, tehát, ez lesz, onnantól kezdve most már örökre egyre rosszabb állapotú lesz a bőröd. És csak mondom, hogy még 2 év, és már az ősz hajszálaid miatt is fogsz izgulni. Szerintem ez fejben dől le, ha nem stresszelsz rá, és nem izgulsz, akkor nem kevés stresszelek rá, összegyűröm az arcomat alvás közben, ez nem a stressz, belefúrom a fejemet a párnába, és így megnyomódik, nézzen. És úgy alszok. De mindegy, de azért nem igaz egyébként, hogy a krémekkel nem csinálsz jót, mert én kigyűjtöttem most egyébként, hogy a szépségipar milyen válaszokat kínál a hozzám hasonlóan pánikba esett férfiaknak és nőknek, és van a szépségiparnak válasza. Na. Már is mondom neked, kérlek. Milyen lehetőségek vannak? Olyan krémek vannak. Igen, olyan krémek vannak, ami megoldja neked a dolgot. Például itt van rögtön, nem mondom a márkáját. Dermedve. Arany elixír, fiatalító szemkrém kaviárral. Egy jó fiatalító elixíres kaviáros szemkrém. Én ezekben nem hiszek. Uh-huh. Nem hiszel? Nem. Hogy a kaviár megoldja. De ha fogod a kaviárt és átteszed a bőröd, hogy fölvágod az uborkát, és igen, hogy ezek a krémek valójában mennyi ilyen hatóanyagot tartalmaznak, azért az érdemes lenne, hogy kőolaj származik, hogy nyilván annál többet, de hogy valódi hatóanyagot, hát minimálisan van benne valamennyi, hogy eladható legyen. Ezt érezni de fogod? Hogy attól nem lesz ebb, max ez azért van 80%-ában az egész biztos. Na, ezt max azért lett, mert a tulajnak van még egy óra szétterme is. Ahol sok a maradék. Ezt érezni fogod? Gyémántpor tartalmú fiatalító elixír. Ezt vennéd azért, nem? Jöbben, hát én az Annát húztam egyszer, és aranykrémet vettem neki, mert imádja az aranyat. És nézd meg, de mondjuk, is milyen. Mondjuk, hát, és látod is, mint a kicserélték volna. Ez a gyémánt. Hát szerintem a gyémánt az elengedhetetlen a szép bőrhöz, nem? Tehát ugye, hogy az oda van kitalálva. A ragyogás. A gyémánt. Milyen árban vannak az árat? Nem nézted? De mondom neked, egy 30 millis az 11 ezer forint. Hihetetlen, hogy lement a gyémánt ára. Atya Isten. 30 milli 11 ezerért? De a hülyének is megéri. De hülye, hogy az én éjszakai krémem valami, egy ilyen hüvelykúny, ez 40 rongy volt. Az valami, tehát a világ legnagyobb átvágása. Rá vagy stresszelve, tényleg, ha vettél egy ilyen éjszakai szemrenc krémet 40 ezerért. Ezek egyébként horror drágák. Tényleg drágák, de mondom nektek, mikor miket találtam, mert vannak speciális eljárások, például így van, itt van ez a 24 karátos nappali krém, amit ti mondtok, az aranyas, vagy az aranyjal, vagy aranyporos, de van még alternatív megoldás, a csiganyállas arckezelés. Jó, és akkor ráteszik a csigát rendesen? Ráteszik a csigát, és ezt a szépen kicsit elkezdi a csiganyállal regenerálni a bőrödet. És mit csinál a csiganyál? Van benne valami olyan anyag, vagy... Ne, a gyémántpor. Gyémántpor jön a csiganyából. Gyémántpor és 24 karátos aranypor jön a csiganyából. Próbálja meg ezt a csiganyálat? Figyelj, szerintem egyébként ne a krémek, szerintem botox. De nem érted, hogy... De szúrasd be, mert abban a pillanatban, hogy beszúratod, az nem tud majd, elfárad az izom, és nem tudod fölnyomni. Nem izom, hát a párnámat kéne beszúratni vele, a párnámmal tolom föl, ezt nem én ráncolom, így nem tudom ráncolni, ezt ahogy ráfekszek, aha, mint az nem a boldog, így föltolódik az arcom. Zsírfeltöltés, nem? Az. Feri a zsírt. Leszel zsírdoha. Van ott, ahonnan az jött. Az a baj vele, hogy annak egyrészt így felszívódik meg, hogyha, jó mondjuk ez szóba se jött, de hogyha elkezdene sportolni például a Tibi. Személyt. Most miért készül le lehetetlen? Persze. Ezért mondom, hogy ez igazából ez fikció. Mondjunk olyanokat, amiket meg tud valósítani. De hogy akkor ez tényleg felszívódik. Tehát a zsírleszívásnak egyébként amúgy is pont ez a hátulütője, hogy ugye nem természetes úton tűnik el, és eltűnik valahonnan, bekerül valahova. Szervezet kompenzál. Komolyan, akkor én ezért próbálok ennyi öniróniával humorizálni. Szervezetem elkezdett kompenzálni. Találtam egy jót egyébként, 60 másodperces, lehet venni egy ilyen kis, ilyen guantanamo-i vallatóeszköz, ilyen valami elektromos cút, és az a saját magadnak rázod az arcodat. Az lehet megoldás, nem? Ilyen elektrosok, ilyen impulzusokat ad az arcodnak. És szépen, rázod vele az arcodat. 800 forintból hozok neked egyet, két csupasz kábel, meg egy dugó, be a falba, aztán rakosgatod oda az arcodhoz. Jó, Tibi, és akkor megvan az elektrosok. Ez 30 ezer forint állítok, de állítok hatásos, hogy te magad csapkodod árammal az arcodat, és ez a... És akkor szépen elkezd a dolog. És amikor gyűröd a fejedet, akkor hason vagy, nem?
De nem, én már olyan dolgot, hogy hátul is tudom gyűrni. Az, te hülye. Oldalamon vagy hason, de az a baj, hogy én valószínűleg hogy úgy alszok, hogy így fúrom a fejemet a párnába, tudod, és ahogy fúrom, ilyen, mint a buldog így összegyűrődik az arcom. Ilyen. Aludjál sündisznón. Mert abban nem akarod belefúrni a fejet. Az például jó. Figyelj. Vagy hívd át a Lakatos Márkot, mert ott meg viszont nem mersz hasra fordulni. Szemét vagy, te hülye. De egyébként eszembe jutott közül valami, a Sandra Bullock például az aranyérkenőcsre esküszik. Aranyérkenőcs az arcomra? Igen, az arcára kéne az aranyérkenőcsöt. És ez egy jó dolog, és megmondom őszintén, hogy nekem alatt egy fél tégelyem, hogyha gondolod, annyi hátulütője van a dolognak, hogy ugyanazzal szoktam felkenni, amivel. Ő kihetetlen az a szandagulok is, hogy egy ilyen stáb kajánál a büfébe, azért mit el nem hisz, nem? Milyen okos lány lehetne? Igen. Az aranyérkenőcs. Oké, okay. Szandra, és amikor elmeséli. Igen, és azóta azt kéne az arcára. Szandra, biztos? Annyira fit vagy, annyira net, annyira rendben vagy, hihetetlen, tényleg 20 évet lett tagadhatnál akkor, és ott a kajálás közben. És mi a titkot? Hát az aranyérkenőcs. Hát mi más? Na, de valami megoldás. Próbálnál ki. Itt vagytok, te metroszexuális Balázs, Jani a krémek rabja. Én is imádom a metró. Én vagyok szép, Feri, ahogy vagyok. Úgy jó, ahogy van. Mi egyébként közülünk, hogy Jani a metroszexuális, tehát te jársz békevé. Egyértelműen, igen. Nem értem, hogy jövök ehhez. Az Ecseri út nem mindig elélvezek. Már a Pöntjös utcánál nagyon kanos vagy. Szóval mit csináljál? Mi legyen a megoldás? Itt van ez a ránc, ezért én nem... Békélj meg velem. Ennyi? Ennyi, fogadd el, hogy rondulsz. Nem tudok, mit csináltál? Hát, hogy öregszünk, hát, hogy ráncosodsz, hogy... De nem, ennyi, gyerekek, nektek... Marianna árkok a fejedre. De nektek miért nincs ilyen? Tehát miért csak nekem van ez a Ned Stark trónokharca, gondolkodó, ilyen középkori lovagi ráncom? Nektek miért nincsen? Jó, a párnánk... Jó kérdés. Vár csak párnát? Az is lehet, hogy segít, és akkor nem fogom gyűrni. Nem, ez fogadd el. Ez gyűrni fog. Komolyan? Gyűrni fogod. Mm-hmm. Olyannyira, hogy mióta beszélsz róla, még egy nem kérdezem az orkét. Tök durva. Annyira durva, hogy már három van. Na figyeljetek, kivasaltatom. Két-három dolgot kipróbálunk. Kivasaltatom. Kipróbálom ezt a hialuronsavas, föltöltetem. Igen. És utána egyszer belemászok egy ilyen csigallomba, azt átmásztatom a fejemre, azt megnézzük, hogy mit csinál. Azt hiszem, semmi nem érdem. A Berk is vasaltatott valami herét. De esküszöm, hogy a herémre nem vagyok ennyire háklis, de ez a ránc, ez rohadtul szavaz. De most azt cikk, hogy a Berki heréje után a te arcodat vasalják. Hát ha nincs elmosva, akkor igen. Tehát ha nincs tisztítva, akkor igen. Jó, félve kérdezem meg, bár nem, igazából egy picit többet reméltem tőletek. Tehát ha valaki tudott volna erre megoldást, hogyha ez a hármas nem tudok, ki tud, érted? Tehát hogy ennyi, hogy barátkoznak meg vele? Hát valahogy nem tartunk, nem? Egyik se te se nem jössz be, úgy, úristen, még egy rán, se te rajtam nincs. Tehát ez, nem, egyszerűen nem. Nekem a könyököm szárad. Az egy komoly lelki trauma. Szóval, hogy nem, ezzel mi nem stresszelünk annyira. De? Ha megjelenne egy olyan, amit nagyon után, ami nagyon indokolatlan hideajrá stresszelnél, csak mondom, ezek a tiétek, ezek a tök normális ráncok, de az enyém az egy normálatlan ránc. Tehát az nincsen mindenkire, az csak a sztárkokon van. Tehát, most már nyomogattad egész reggelit középen is begyőződött. Nem, és tényleg az, hogy így húzogatom egyébként, próbálom így kihúzni. Mindegy, félve kérdezem meg, hogy a mulatós zene megreformálásáért, a futball lényegének rávilágításáért és a magyar szépségipar megreformálásáért jogos-e a taps és a sikoly? Óriási! 10 perc múlva, nem, már csak 8 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Megy a mulatás, itt úgy látom. Megy. De vajon mit csinál most Elmiki? Mulat. Mit csinál most Elmiki? Nem tudom, mit csinál. Elmiki bulizik. Gyere, gyakorolj rajta, mekkora duma. Mekkora duma. Gyere, gyakorolj rajta. Hallottad a mulatos dalokat, Csabi? Nagyon meg voltam lepődve, hogy ezt hagyják nektek. Aha. Nagyon szeretnénk, Csabi, hogyha te is csatlakoznál hozzá a mozgalomhoz, amit Balázs indított el, és aminek a neve Vézolikát rotációba. Gyerekek, ha kell Vézolinak manager, itt vagyok. Vézoli az enyém. Vézolika falaton nem adom senkinek. Én menedzselem. Vézolika már szóba se áll veled, mert már sokkal nagyobb annál. Fölírtad a letöltés számát Vézolikának? Vézolika Balaton 48.715 volt akkor. Na. És nagyon szeretnénk, hogyha mindenki megnézni, és mindenki lájkolná Vézolika Balaton című számát. És ez nektek miért fontos? Mert meg akarjuk nézni egy nap alatt mennyit föl a letöltés. Ja. Mennyi volt a szám? Mit mondtál? 48.715.
Most 48.716. Tessék, köszönjük! És az te vagy. Köszönjük! És az én vagyok. Az az egy. Köszönjük ne szépen. Ne csináljátok ezt, hát ő az új ügyfelem. Hát megindult. Megindult. Elindult föld felé. Jó ez így, figyelj. Nagyon kemény. Országi más építésben nála senki se jobb. Igen. Ő a legnagyobb. Jól van, na, mi dolgunk van még? Hívjuk a naphallgatóját. És igen. És hívjuk. Holnap sorsolunk két fő számára backstage túrát, és Stiggel közös fotó lehetőséget a Top Gear live show-ra, gyerekek. Speciálba. Így van. Morning show? Az hey! Bizony! Jó reggel! Hello! Hello, hello. Figyelj, írtál nekünk egy SMS-t, ami most nem volt vicces, nem tudom, hogy ez most komoly? Igen, de nem lett semmi gáz. Nem lett semmi gáz. Az SMS ugye úgy szólt, és ezért választottunk a naphallgatójának, hogy menjetek a francba, a mögöttem lévő nő úgy röhögött, hogy belém jött. Oh, és gondoltuk, hogy akkor hát megérdemlett, hogy te legyél a naphallgatója. Hallgatott minket, röhögött, és nem vett észre, hogy te megálltál? Igen, igen. És bedarált hátulról? Nem volt veszélyes, csak kinomkodt. Mivel jött neked? Hyundai, vagy nem tudom, milyen autó volt. Aha, de hogy egy ilyen kisebb kis autóval. De akkor nem volt, kiszálltatok, megnéztétek? Ja, még a festék se jött le, úgyhogy nem. Aha. És mondta, hogy ne haragudjál, ő rádiót hallgatott, és annyira röhögött, hogy nem. Igen, de én is azt hallgattam. Hát, ja. Melyiket éppen, Vézolikát? Vagy nem, Csóré Béla. Csóré Béla? Csóré Béla, Csiga Biga. Hát, ja, vicc. Legnagyobb király. Jól van, jó, hát akkor te vagy a naphallgatója, vagy te lettél ezáltal. Jó, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, hát hál' Istennek a kocsinak nincs baj, úgyhogy nagyobb baj nem történt. Jól van, hol hallgatsz minket helyileg? Hogy Győrben. Hol? Győrben. Ott történt ez a kis koccanás is? Igen, igen, igen. Jól van, már melózol? Nem, szabadnapos vagyok. Mit csinálsz egyébként? Ablakozok. Ablakozol? Ablak. Annyi lezárodol. Beteszed. Annyi lezárodol. Jól van. Küldjük neked az ajándékcsomagot, köszi, hogy minket hallgatsz. Szépen. Ciao. Hello. Hello, hello. Nyilván valaki úgy röhög, hogy belemegy az előtte. Szegény. Nem, hát Csóri Béla Csiga Biga. Mondasz? Mert nyilván kiszállsz ekkora fejjel, hogy beléd. Igen, de úgy, hogy te is azon röhögsz. Közben. Igen, mindenki ezt hallgatta. Csabikám, remek zenéi lesznek? Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Egyrészt igen, másrészt fel vagyok háborodva, hogy ti nem nézitek a VB-t, vagy nem beszéltek róla. Azt hittem, itt fogadni fogtok, és nem lehet, hogy a játékpénzek is. Egyrészt lesznek fogadások, most jön az egyenes kiesés, ott már mi is rámegyünk, tehát szerintem például a hétvégi meccsre fogadunk. Kettő, a Gundit mi próbáljuk hosszú ideje, csak az időeltolódás miatt egész egyszerűen nem tudjuk megszólaltatni, mert ő mondta, hogy nagyon szívesen, meg nagyon sok mindent tudna mesélni. Csak ilyenkor alszik. Csak egész egyszerűen, tehát ilyen fél kettő, fél hármas, fél négyes időpontban nem tudjuk fölhívni. Tehát, hogy ez cél volt, csak akkor az időeltolódás, hogy nem tudjuk megszólaltatni. Na, ezzel kapcsolatban hozok, most megint nem az újdonságok közül választok, hanem a Pitbull, Jennifer Lopez és Claudia Leitje közös slágerét. Ugye a himnuszát. Ez a aktuális mindenképpen, ami van a VB, sőt utána sem. Nincs benne, nem tudom, néztétek a megnyitót, de hát ahogy Jennifer Lopez, ahogy ott táncolt, hát ezért az végén. Nem láttam, jó volt? Nézd meg. Igen, nekem... Vézolikát nem veri, de... Ő már kicsit kentauros, tehát hogy... Viszont Elmiki örülne neki, hogyha gyakorolna rajta. Elmiki, gyere és gyakorolj rajta. Hát igen. Na, és volt, csinos volt, hol nézett ki? Hát meg a mozgáskultúra. Ez jó táncos. Hát ő Janet Jacksonnál volt ugye háttértáncos, és ő onnan nőtte ki magát. Sima egyszerű, hát sima egyszerű, nyilván nézőjelesen, de sima egyszerű háttértáncos volt. Nagyon jó, még mindig. Igen. És van játék, folytatódik a tegnap elkezdett játék, a kódos slágerek, úgyhogy tessék rátapadni a hangszórókra, nem, a, de hangszóró az. Azaz. Tehát, hogy, és akkor fülelni, megtalálni a kódokat, meg a dalokat. Aki összegyűjti mind a 8 kódot, tehát minden órában lesz egy kód, az majd délután kinyithatja a virtuális széfet, amelyben ma egy iPad Air táblagép lesz. Azt nem gyenge. Plusz még vannak óránként nyeremények, úgyhogy érdemes minket figyelni. Hány számot kell mondani? 8. Minden órában van egy darab szám, és aki összegyűjti mind a 8-at, Nulla van a számban, mert a napi gazdaság játékosai nem játszhatnak. Csak ha eltalálok egy 8-1 számot, akkor... Nem kell eltalálni, meg kell jegyezni azokat meg kell jegyezni, számokat, és akkor be kell mondani. Én mutatok napközben. Na jó van. Oké, Csabi jön a kívánság műsorra, 555-55-00, ez a telefonszám, itt tudtok tőle dalt kérni, szeretnétek, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.